Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 15 perccel. Te jó Isten, már ilyen késő van. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Jani, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Majdnem azt mondom, hogy hello, Feri, de nem hello, de Feri. Nem. Mert hogy Feri fontos küldetésen vesz részt. Bizony. Ugye 7 órakor csekkolja az ORFK-BRFK akcióját, mi szerint ugye ők megígérték, hogy kitesznek egy trafipaxot a Teve utca, a Gömb utca sarkára. Mert hogy volt egy kezdeményezésünk, illetve pontosabban a BRFK-nak volt, amit aztán mi meglovagoltunk, és azt mondtuk, hogy nézzük meg akkor, hogy jó arcok-e. Ez pedig nem más, mint a SPED Marathon. Marathon, így Marathon. Van. Ugye társadalmi kezdeményezésre hívták föl a kedves állampolgárokat, és azt mondták, hogy akkor mondják meg önök, kedves állampolgárok, hogy hova telepítsünk ki trafipaxot. Hát mi? Meg is mondtuk nekik, két címet kértünk tőlük, az egyik ugye a 13. kerület Teve utca, Gömb utca sorok, ahogy ezt Bali is mondta, a másik pedig a 13. kerület Névfürdő utca 20. Az előbbiről Feri tud majd beszámolni, a másikról meg Anna tudna beszámolni. Igen. Tudna? Tudna, képzeld el. És na egy mind. Picit félek, most féltem Ferinek a misszióját, ezért, mert hogy Annának nincsenek jó hírei. Na mi van? Hello, Anna, jó reggelt. Kívánok, hát nincs ott a Yard, kérem szépen. Én 4 órakor keltem, 3.30-tól lenne mérés 6-ig. Igen? Beizzítottam a 4 személyes kávéfőzőt, megvettem meg a műanyag poharakat, kértem a szélszről ajándékot. Ne, ráadásul. Minden, hát vittem volna, ha lett és? Volna ott valaki. Nincs ott senki? Nincsen senki. Lementem, most írt egyébként egy nagyon kedves ismerősöm, hogy most ment el a Népfürdő utcánál, 3.45-kor írt ezt. Igen, SMS, és ott röhögött akkor annál. Se volt ott senki. Tehát nem jelent meg hát a Yard, a Népfürdő utca 20-nál. Pedig odaírták, hát hogy ott odaírták, is lesznek. Hát odaírták, bizony, bizony. Itt van, de úgy látszik, hogy ez is olyan, mint a BKV menetrend. Csak informatív jellegű. Sajnálom. Azt a konkurenciához rakadtuk le. Igen. Oda ballaktam, képzeld el, vettem a fáradtságot, hogy lementem 4:30-kor. Ez a jó hogy asszony. Hát, igen. Ha lejjebb állnak esetleg, és hát megnézem, hogy nem mégse ott áll a 20-nál, hanem mondjuk igen. Lejjebb. Hát se lejjebb, se följebb, se hol. Ezért a gyerek is 1 órával korábban kell. Már iskolában van, persze. Már ott ül egyedül. István Daniék elé akartunk lerakni egyet, ugye a music elé, hogy hát ők is sietnek reggel, és gyorsan jönnek. De hát nem. Viszont megnézzük majd, és Feri azért nem jött be, mert hogy ellátogat a Teve utca, Gömb utca sarkára, és megnézi, hogy ott viszont ott van a trafi, hát úgyhogy 7 órakor hívjuk. Csak ki kell ballagni. Hát csak ki kell ballagni neki, igen, nincs így nagyon van. Messze a dolog. Úgyhogy 7 óra után hívjuk, mert Feri is készült ajándékkal, hogy ugye, ha már több száz hallgatónk írt az ORFK-nak levelet, hogy igenis rakják ki a Teve utca, Gömb utca sarkára, igen. Akkor mi most 7 óra után csekkoljuk, hogy uh-huh. Valóban letették-e maguk elé, mert ugye a BRFK székházáról van szó, vagy a rendőr palotáról tulajdonképpen. És ugye mi direkt oda kértünk egy trafit, igen. Feri pedig csekkolja, hogy ott vannak-e. Hát úgyhogy ha még nincsenek ott, akkor most gyorsan menjenek ki, mert ellenőrizzük őket 7 óra után. Elviekben 6 óra és 7 óra 30 között annak a trafinak ott kell lennie, tehát valószínűleg Feri már oda-vissza megy 170-nel az utcában 20 perce. Igen, padlógázzal próbálgatja, hogy ül-e valaki a trafi mögött, vagy működik-e a gép. Figyelj, én rácsöltem Felire, megkérdezem, hogy akkor kim vagy-e, oké, minden rendben van, nem vette föl, lehet, hogy már le is kapcsolták. Simán lehet, hogy már leszették. Már ott érdelnek a hátán. Simán lehet, hogy már leszették, igen. De na, mindegy, megkérdezem. Azért, én hogy ez így nem jött össze, ez tök jó lett volna, meg hát ott volt a csomó ajándék, ott igen. Volt a frissen főzött kávé. Mi lett a kávé, a kukába dobtad? Nem főztem meg, mert 4:30-kor lementem. Megittem az összeset. Oda se tettem. Igen, kézzel. Nem. Oda készítettem műanyagpoharakat, tejet, külön kis kávétejszínt, vettem ilyen kis zacskós cukrot, hogy azt is vigyek. Nem már? Kulcstartó lett volna, pasztartó, morning sós bögre. Hát ha nem, nem. Ha nem, nem. Ennyi. Az ikreket is kikészítettem. Ikreket kikészítettem, gyönyörűen agyusztáltam. Nem, nem. Jó, hát figyelj, ha nem, sajnálom. Nem, persze. Majd megkérdezzük őket, hogy hol vannak. Igen. 7 óra. Tájékoztató jelleggel megkérdezzük őket. Igen. Gyerekek, ez a mai 26 fok, ez igaz, amit ez mondanak? Igaz. 26? Hát azért az gyerekek. Az össze kell kapni magunkat. Vagány lesz. De mi az, hogy holnap meg 13? Tehát, hogy mi a fene történik, de tényleg? Milyen idő ez? Jön ez a hidegfront, olyan, már most itt tényleg nem akarom így az ördöget a falra festeni, de olyan migrénes rohamok lesznek itt 24 órán belül, hogy az... Ilyenkor jön a migrén? Hát persze, hát ezért egy ilyen hőmérséklet ingadozás mindenkit megvisel.
aki frontos. Igen, azt én is olvastam, hogy ma nagyon meleg, aztán hétvégén nagyon hideg. Csak a kettő közötti hőmérséklet különbséget nem tudtam nagyon kiszámolni, hogy ma 26, holnap 11-et láttam, igen, azért az így egy pici combos. Totál beteg. Combosnak tűnik. De már tegnap is nagyon jó volt egyébként, szóval ha ez így marad, ebből kéne, hogy hosszan tartson. Ez a 23, jó idő, nem túl meleg, ki tudsz menni a napra. Nincs ez a gatyaszaggató, tudod, amikor 35 fok és perzsel a nap. Ez a kedvenc évszakon mindig rájövök. A tavasz, nem? A legjobb. Az a legjobb. Tényleg nem. Ma ráadásul nem jobb. Tényleg ilyen nyárba hajló tavasz. Igen, lesz, én azt bírom. Ma szerintem nyugodtan kifeküdt, csak nem maradj kint. Az nagyon fontos. Vagy pedig takarjon be valaki este. Na, ja, hogy még éjszaka megfázom. Igen, mert holnapra kicsit lesz egy jégkéreg az arcodon végig. Mi csípősek még az éjszakát? Hát csípős lesz. Csípős. Én, tök fura egyébként, hogy úgy kell készülnöd este, amikor összekészíted a kis cuccaidat, hogy reggel még ősz, délután meg már nyár. Igen, aztán este ha jössz haza, akkor megint. Akkor igen, megint ősz van. Akkor megint. Na, meccseket nem néztem. Néztél valamit? Belenéztél valamelyikbe? Nem, én sok Gerecsét néztem egyébként, meg ahogy hívják. Ja, webkamerákat. Saját, de meccseket nem. Az nagyon izgi. Láttam valami mozgás? Egy idős néni áttolta az unokájába a babakocsiját? Figyeljetek, én átment valaki? Hát én ezt imádom, ezt a műfajt. Tök jó, érted? Beírod azt, hogy élő webkamera az internetre, aztán nyomsz egy entert, és olyan dolgokat láthatsz, hogy hihetetlen. Azért van benne valami izgi, szerintem. Kicsit olyan, ez a kukkolós énemet elégíti ki. Ezt igen, olyan, valószínűleg nálad ez egy ilyen az idősödő génekig kezdenek kinyílni benned, és ez a kukkolás, igen, ez már így... Na te kukkolj valami izgibbe, hát most a Gerecsét nézed, ez sehol senki, hát, csak fák, hát azért az mitől izgi? Hát ha egy szalonka elbugrandozik ott arra, mögött egy olasz vadásszal, aki át akarja csempészni majd a csomagtartóba. Hát akkor kamerázd be a Gellértnek a női fürdőjét, és akkor ott rakjál be, nem tudom, hogy üvegszál optikát. Inkább a férfi zuhányzó. Igen, vagy kamerázva férfi zuhányzott, mint a rudasba, vagy a szecskába. És akkor ott látsz csodát, de hát most egy ilyen féllábú kecsege ott átsétál, mert ezért kiesett a vízből. Hát figyelj, mert ez valószínűleg azért van, mert ugye a reality, amiket meg várnánk a nagy eseményeket, azok meg nem hozzák azt a szintet, amit na, kellene. Az éden nagyon jó. Az éden jó. Nem tudom. Nézed? Oda szoktam mindig esténként kapcsolni, hogy hát, ha van valami, adjam. Én kicsit sajnálom őket, megmondom őszintén. Én sajnálom. Méltatlanul kevesen nézik? Méltatlanul kevesen nézik, és szerintem a nézői nagy részét elvesztette addigra, mire jó lett. De igazából nagy kavarások vannak. Nagy kavarások vannak. Tegnap abból éreztem, hogy itt már nagy a baj, hogy mindenki ezt nézi, mikor az anyám meg a feleségem megvitatta, hogy kinek ki a kedvenc szereplője az Édenből, és a miért nem az, miért nem ez. Na az, hogy kavar, az milyen szép, de az nem szép. Na Júli, nagyon szép. Neki? Neki az, aki tegnap kiesett. Aha. A Vikinek pedig az, aki bennmaradt. Na most azért neveket azért ne várjál tőlem, mert azért meg. Kiejtették. Aha. Aki kiejtette. De aki kiejtette a snazit, snecit, snucit, suncit, puncit. És amikor tényleg azt látod, hogy ez így kiesett? Igen. Hát akkor most már tényleg nincs miért nézni ezt a műsort. Dehogy nem. Ez jó csaj volt. Hát nem volt rossz. Jézus, Jani, nem áll. Te is leszel 45. De vannak helyesebb csajok azért ott benne. Snezi, nem áll, annyira tucati, ilyen semmi, szépte tovább, olyan kicsit ilyen... Én sem vagyok túl egyedi jelenség. Koszos, kicsit ízi, ja, jó, az mondjuk... Értem, jó, az mindig elfelejtem. Szerintem nem egy igazán szép lány. Na mindegy, de jó, és hogy kevesen nézik, és közben pedig egyébként... nagy kavarát, tehát beindult a dolog, amit hallok, meg amit így néha így elkapok, mert... Miki mindig nézi, vagy felvételről, vagy ha tudja élőben. Szóval méltatlanul kevesen nézi, pedig nagy kavarások vannak bennem. Nagy kavarások vannak bennem. Most már megy az igazi aljaskodás. Kiszavazzák, elküldik, visszajön, visszarakják a szerkesztők, újra elkezd játszani. Nagy osztás van. Nem. Hát mi most a család miatt ugye elsősorban az állatos történetekre vagyunk rácsattanva, vannak ezek az állatos csatornák, és most éppen néhány orángután bébinek a kalandjait nézzük meg minden este lefekvés előtt. Hozzátok költözöm, mert annyira jók vagytok, és annyira tényleg tündér szárnyakat rakok rátok, és tényleg Gerecsét néztek, és kis megfázott majmokat, komolyan mondom, annyira jók vagytok, hogy egyszerűen szüljetek nekem egy gyereket még. Hát a lefekvésig vagyunk jók, mert utána, amikor ők elalszanak, akkor én az elkezdek keresgélni minden. Ne jó, nyugtass meg, hogy azért marad benned valami, de nem csak repkedő szalonkákat, beteg majmokat, és nem tudom, állatorvosi rendelőkben megmentett csivabákat néztek. Öregménye, őzikéjét. Igen, és néha az állatkert mellett elmentek egy
sem megint dobáltok be az éhes vízilónak kívülről. Nem, tehát, nem, hazudnék, ha ezt mondanám. Hol van az a János, akit én kedvelek? Abban a pillanatban meghallom a szuszogást mondjuk a szobánk felül, illetve virág szobája felül, abban a pillanatban kinyílik a pokol 9. kapuja. Jó, na ezt már szeretem. Tehát egy csúnya dolgok is vannak azon a laptopon, nem csak sérült pelikánok és féllábú gólyák, akik nem találják a fészküket most, mikor hazarepültek Afrikából. Tehát, hogy még maradt benned valami olyan, ami így van, életre való. Villanyoltás után elmennek aludni a kis öregünkben bébik. Igen, megsirattátok a meg nem fejt kecskéket Zalakomárban, és a... igen, és a fekete gólyát, akinek megvágta a török gyerek a lábát. Igen, akkor azért utána csinálsz valami olyat, ami tényleg izgi. Ha a gyerekek... Ákos, mi újság ezzel a Népfürdő utcai trafival? Jó reggelt, kívánok. Hello. Egy fél mondat, most hívott. Azért titeket nem szokott felhívni a rendőrség 5:30 reggel. Ennek megmondom, hogy egy picit örülök. Talán örülünk is neki. Igen, most? Hogy azért nem találta ott Anna őket, mert az akció 6:00-tól indul. Öcsisaj! Hallották a megszólalást és becsörögtek? Így van. Mi van a BRFK-val? Egyre jobbak. Nem, régen több nehéz volt őket nyilatkozásra bírni, egy csomó mindennel kapcsolatban keresjük őket, mindig lepasszoltak minket. Viszont a Teve utcánál már kint van, azt is. Az nagyon jó. Ugyanakkor meg az informatív, hát ugye tájékoztató jellegű kis csomagból, meg az derül ki, hogy 3:30-tól 6:00-ig, ez van beírva. Tehát a kezdet, 3:30-ig. Jó, nekik, hogy akkor most 6-tól van, de hogy ott ugye lesznek. 6-tól van akkor? Hát 3:30-at írtak. 3:30-tól reggel 6-ig. Most aztán nekik. Nektek tényleg semmi nem jó. Nekem nem jó, mert itt vagyok. Anna, menj vissza, főzd meg egy kávét. Főzd le a kávét, ülj metróra. Szedd ki a szemetesből a műanyag poharakat. Most már mindegy, ez a hajó elment. Sajnálom. És itt középen egy picit is már megment. Igaz, Ákos? Így van, jól mondom. Így van, jól mondod, de azt is mondták, hogy holnap is kint lesz viszont. És szerintem a holnapira vonatkozik ez a 3:30-as időpont. Tehát holnap meg 3:30-tól mérnek ott 6-ig. És így fogalmaztak, hogy az mert akció kezdete? Mert ugye reggel 6-tól indul az akció, és az egy napos akció. Tehát holnap reggel 6-ig lesznek ott. Ha? Ja, te értem, hogy ha ma reggel indul 6-kor, akkor a 4:30-tól 6-ig az holnap reggelre az vonatkozik. 3:30-tól 6-ig az holnap reggelre vonatkozik, viszont ma reggel 6-tól indult az akció, úgyhogy most már tessék lassan. Küldjetek SMS-t az István Danieknak, hogy gyerekek holnap mehettek nyugodtan gyorsan, menjetek, mint az állat. Holnap már nem lesznek ott, amit a baliek lerakadtak elétek. Mutasd meg, Dani, mit tud az a kis smart. Mutasd meg, Dani, mit tud a smart, így van, és aztán holnap szépen belefuttatjuk őket a mi kis ajándékunkba, amit lerakadtunk nekik egyébként. Akkor bízítom a kávéfőzőt. Na, akkor mit holnap a kávéfőzőt? Jó, hát holnap legyen minden, ajándék. Poharak, minden megvan. Így van. Jó. Rak be a mikróba a műanyag poharakat, csillát nagy őket. Oké, okay. Jó. Akkor holnap megyek. Percig. Rendben van. Igen. Na, nézzük, mit érek a hallgatóink, hogy... Valaki elküldte, hogy ez péntek lesz, lehet, hogy már erről van szó, köszönjük, akkor ti ezt jobban tudtátok. Azt mondja, hogy nem szoktunk ilyen SMS-eket beolvasni, de ez most sok felkiáltól jellei jött, és talán segítünk. SOS német Dánielnek üzeni a felesége, itthon hagytad a telefonod, plusz szeretlek. Dani, a telód! Dani, a telódért menjél vissza, mert ahogy aztán napközben kapjál egy olyan üzenetet, aminek esetleg a feleségében nem fog annyira örülni. Igen. És a délután már nem az lesz, hogy szeretlek, hanem vidd innen a telefonodat és a cuccaidat. Reméljük, mert láttam, hogy kikírnak neked napközben. És reméljük, hogy nem telefonon keresztül hallgatod minket, mert most nem jött el hozzá különben az üzenet. Na, hát akkor föltűnik neki a gyerekeket, akkor nem tudom hallgatni a Balázsékat, akkor viszont nincs itt a telefonom. Tehát akkor lehet, hogy már észrevette volna. Ez is jó. Nem? Na mindegy. Tök jó. Dani, kivételt tettünk veled, mert aranyos az SMS, nem szoktunk kutyát, macskát, kocsit nagyon keresni, mert ebből több száz jön naponta, de ez most fontosnak tűnt, hát ha valami olyat kell intézni. Azt mondja, hogy milyen a nullás az M1 felé, kérdez egy hallgatónk, ahogy gyerekek, valaki megírja, azonnal mondom, küldjétek el nekünk, és akkor tudunk nektek segíteni, vagy egymásnak, amíg nincs info, addig nem nagyon. Azt mondja, hogy abból a műsorból már mindenki kiesett, mindenki itthon van, szólok. Igen, mert felvételről megy, persze. Ez egy nagyon fontos információ. 20 év televíziózás után ezt azért én is meg tudtam állapítani, hogy ez egy felvett műsor, de köszönjük. Köszönjük szépen, igen. Ettől függetlenül azért az ember nézi, megkedveli, de értelemszerűen tudjuk, hogy azért ez egy felvett műsor, de köszönjük az észrevételt. Fontos volt. Például már azt is tudjuk egyébként, hogy mi lesz a Trónok harcának a vége, miközben a sorozat ennek az évadjának még csak az első. Igen. Epizódja ment le. De ő érezte, hogy ezt meg kell írni, elküldte, helyretett minket, mi köszönjük szépen, beolvassuk. Ezért vagyunk, így van, lehet bennünket helyretenni, nem élő a műsor, ezt is tudjuk most már. Azt mondja, hogy szürke füst van Újpesten, nem tudjátok miért? Új pápa! Igen, új pápát választottak. Igen, megtörtént.
A Vatikán jelen nektek, megvan az új pápa. Bár vagy a fekete és fehér füst van, a szürke az a vatilálók. Még, igen. De még nem biztos, még kicsit agyalunk rá. Tehát a szürke az, hogy balról egy német bíboros előtört, de egyelőre jobbról birkózik az olasz bíborossal. Vagy és pedig, még ők ketten az esélyesek, de még birkóznak. Vagy ez a jobb híján. Igen. Igen, mert ugye vagy fehér, vagy fekete füst van, a szürkét nem nagyon tudjuk, de hallgatóink úgyis elküldik. De egyébként érdekes, azt mondja, hogy Ákos lehet, hogy tudja, gyerekek, mert hogy a fél tizenharmadik keletet füst borítja reggel óta. Reggel 5 után a Duna pláza és a környéke teljes füstben van. Elnézést, na mi most följelented a füstöt is? Följelented a füstöt is? Komolyan olyan vagyunk már, mint ahogy hívják, mint ahogy a nagybani hajnal 5-kor érzed. Mi van most? Tereljük be a füstöt? Lementem 4:30-kor, füstben van az egész néptükröt. Kiúsztad azt a rohadt kávék főzőt? Oda se tettem. Nem elektromos egyébként. Nem tudom, de ez így van. Gyalogoltam ki az Árpád hídhoz, döbbenet. Olyan rossz a levegő, egy nagy köd az egész így, ahogy van. Kigyulladt egy szeméttrep a főváros 14. kerületében, mutatja Ákos. Az nem lehet, hogy a trafiknak ez egy álcázó füst? És Feri ott, halló, hol vagytok, Feri, hol vagytok? Feri, ez a Pesti alsórakpart, menj arra, hogy előtte nem itt van, igen. Van valami a ködben. Tehát kigyulladt egy szemét tároló telep. Szeméttelep, most mutatja az Ákos 14. kerületben, a Rákos Patak utcában. Gyerekek, a Néprádiója vagyunk. Nincs olyan kérdés, amire nem tudnánk válaszolni. A hallgatók írnak, hozzák fordulnak, és a mi kis családunk, az itt dolgozó kis társulatunk minden meg tud válaszolni. Már mondom is egyébként, hogy jól járható az M0-ás is, kiváló M0-ás M1 zsír. Itt nincs olyan kérdés, amit ne tudnánk megválaszolni. Kedves hallgatói, ennyi aggódó arcot legutoljára akkor láttak az emberek, amikor 70 május 17-én én megszülettem, ránéztek a fejformulámra, és elgondolkodtak rajta, hogy ez a gyerek olyan le tud-e majd érettségizni. Ez alapján, amit mi most látunk. És? Tele van. Igazuk hát, lett, hogy nem. Hát igen, kis segítséggel, de azért csak össze. Igen, 3 év egy estét. Figyeljetek, itt mindenki aggódik. Aggódik Ákos, aggódik Anna, Zsűl is aggódik, mondjuk Zsűl mindig aggódik, de hogy de gyerekek, bármilyen kérdés jön, megválaszoljuk. Hallgatóink kérdezik, mi a füst, mondjuk, mi a helyzet az M0-ason, mondjuk, mit csináltuk, égés termék, mondjuk, minden van. És ahogy te szoktad mondani, még csak fél hét van. És már hát, mennyi ennyi problémát megoldottunk. Hát, hihetetlen. Na, ha már itt vagy, mondd el, hogy állunk játékkal, Anna? Megvan a 7-3-0. Ennyi. És mit csináljunk, ne játszunk? A 7 is megvan. Ne játszunk, Jani? Ne, tudod, mit csináljunk? Legyünk annyira hallgatóbarátok, hogy kérjük ki a sólyomszemet mondjuk egy tegnap előtti vagy az előtti játék kapcsán, és ítéljük oda a hallgatóknak a pontot. Játék nélkül, ahogy írta a tegnapi hallgató. Nem? Jó. Mert hogy ez így korrekt. Azért egyéni ajándékcsomagokért még mehet a harc, ha már a hetet elvesztettétek, úgyhogy tessék jelentkezni SMS-ben. Jó, egészen nyugodtan. Hoppácska! Tűzriasztó? Megint a rendőrségre. Sem. Igen, vedd föl. Közben leesett, és kinyomtam. Ja, hívjon még egyszer, legyen szíves. Ki keres bennünket? Az ORFK, BRFK? Nem, ez most a Pest megyei rendőrfőkapitányságunkhoz a szó. Mindenki minket keres. Ja, csak Vas megyéből ne csörögjön, mert akkor csekjön. Ez nagyon durva. De mit akar? Na. Kér. Tiszelkesztőség. Kisdi Máté, szervusz, jó reggel. Most nem hallanak a hallgatók, közben adásban vagy, ez most elég bonyolult lesz, de mondd csak. Nem baj, hogy nem érted. Van egy telefon a fülemen, közben beszélgetünk adásban a srácokkal, mert élőben vettem fel a telefon. De hallják. Ég egy személytelep, ugyanazt akarom mondani. Igen. Beszélünk róla szerintem. Mondj el róla 3 mondatot, amit most teljesen frissen itt tudunk közölni a hallgatókkal. Elég. Most odaadom a Janit, jó? Picit, hogy paterkázok már. Szia, jó reggelt, a Vadon Jani Klassz FM. Figyú, holnap reggel Tevó utca 20, friss, meleg kávé, jó? Ne hagyjátok ki. Ja? Ő nem az. Ja, oké. Okay. További szép napot. Ő a katasztrófa védelem. Máté, nem baj, hogyha nem értettél semmit. Most leteszlek, elmondom a híreket, és utána visszahívlak, jó? Köszönöm. Szia. Várj, csörög a telefon. Hallod, ki az? A pápa. De, halló. A Vatikánból keresnek. Most. Atyám. Jó? Okay. Mit kezdtem, atyám? Ne haragudjon. Ja. Igen, visszaadom majd a Morbid Angel lemezeit. És azt még nem is mondtam, hogy elromlott a nyomtató, úgyhogy most a Zsüllel itt mutogatunk egymásnak, hogy mik hogy legyenek. De mert nem beszéltek. Ez egy nagyon jó nap. Ne figyelj, nem a hangszálltokkal van gond, beszélgethettek egymással. Gyerekek, hát hihetetlen, tényleg a hallgatók minket keresnek, mi a rendőrséget, minket a katasztrófa védelmet, gyerekek, mi a Ferit, mi mindenhol ott vagyunk. Drágák, írjatok akkor jó, hogyha jelentkeznétek játékra, egészen nyugodtan.
ha valaki arcoskodik, azt is szeretjük ennél a játéknál nyugodtan. Bájá, bocsánat, Orbán Viktor. Igen. Fél hét múlt pontosan 4 perccel. Jövünk, Ákos, ide jutem. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, Feri nincs, ugye 7 óra után megy, és visz némi kis ajándékot, és megnézi, hogy valójában ott van-e a trafi, tudjuk, hogy ott van, de kicsit megpróbáljuk őket szóra bírni, és megtudunk egy dolgot még az akcióról, ha már a rendőrség volt ilyen drága is. Apácska, bocsánat, forrodrot, szabad ne feled. Gyerek, mindenki minket keres már, igen. Ég minden volna. Feri ajándékát ezt nem úgy kell érteni, hogy bírság formájában viszi az ajándékot, hanem masztartót, baseball sapkát. Igen, kedveskedünk egy kicsit az ott dolgozó rendőröknek, igen. Na, megnyertük ugyan 3-0 hetet, de ez senkit ne riasszon el, mert hogy egyéni ajándékokat még lehet nyerni, sőt 3-2-re is lehet hozni a hetet, szépíteni. Úgyhogy annak ellenére, hogy a hét már nem nyerhető a számotokra, még azért nyilván lehet küzdeni. Csapatban már nem indulhatok, de az egyéniben még odaérhette. Egyéniben még oda lehet érni. Úgyhogy megnézzük, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Azért egyedül kicsit nyomja. Egyedül kicsit azért olyan nyomorúságos. Ugyanaz az atmoszférát, Feri baritonja nélkül. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Ildi vagyok. Hello, Ildi, jó reggelt. Ildi, honnan hívtál minket? Kunszentmiklósról, és mit csinálsz? Gondolom, ott laksz nyilván, dolgozol már, vagy otthon vagy? Nem, itthon vagyok betegállományban, mert ma megyek vissza gipszlevételre. Szegényként, mi történt? Hát elestem biciklivel, és megzúzódott a bal könyököm. Most tanulsz bringázni, vagy olajfoltra mentél, vagy megzavartak, vagy mi történt? Felújították itt a főteret, és megnéztem a közelebbről a szép új térköveket. Ja, mi? Drifteltél rajta? Igen. Mondtad, hogy milyen szép új térkő, ezt csekkolom, és abban a pillanatban elvágottál. Így van, igen. Így van. Nagyot estél, vagy tudtál rajta kicsit közben nevetni, hogy Jézusom, most éppen mindenki engem néz, és hatalmas. Hát körülbelül igen, aha. Ez a helyzet volt, hogy úristen, mindenki engem néz, hála Istennek, megint elestem. És a könnyököddel tompítottál, és akkor le is jött róla egy kis porc, így vagy van. Valami. Így mennyit kell otthon lenned? Hát nem tudom, ma fog eldőlni, mert ma megyünk vissza a gipszlevételre, úgyhogy ma fog eldőlni, hogy mit fog mondani a doktor bácsi, hogy még gipszelik, vagy csak pihentetni kell itthon. Ez a könnyített gipszed van, amit meg tudsz venni a patikában, amire kicsit ráfizetsz, és akkor nem ez a nehéz viszketős, hanem már ez a könnyebb, nem? Nem, ez a hagyományos gipszem van. Hagyományos gipsz. Nem akartál, vagy drága volt, vagy nem tehetnek könyökre. Mert tudod, már van az a könnyített, de lehet, hogy könyökre nem lehet tenni, nem értek hozzá. Igazából nem tudom, mert ez délután történt, és mire beértünk a traumatológiára, addigra már igen csak este volt, úgyhogy ezt rakták rá. Ja, rá is dobták azonnal. De nem ez a klasszik a filmvígjátékokból ismert, hogy alul is van egy konzol, meg felül is van egy konzol, és akkor így ilyen derékszögbe eltartod magadtól. Nem, csak ilyen sima hagyományos singipsz van rajta, a gézzel van átkötve, és ennyi. Ó, szegény. Na hát reméljük, ma leveszik. Jobbulás azért neked. Milyen felképpen. Akinek volt gipsze, tudja, hogy ez egy hálátlan dolog. Viszket egy idő után, vakarol. Jaj, már megörülök tőle. Igen, az egy kellemetlen dolog. Színes? Na, most kérdeztem. Már nem ön. Most kérdeztem, hogy színes gipsze. Az a könnyített, a színes gipsz. A kék, rózsaszín, de elmondta, hogy nem. Ja, de mi a színből lehet tudni, hogy ez könnyített gipsz? Az más, más az állaga, más a színe, más az anyaga. Igen. Bruttó 2 perc erről beszélünk, engedem. És a gipszet színe? Ildi, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Velem. Most én kegyelmezzek meg neked. Mi majd, ha nyerek, tudod, az lesz, hogy na persze, legyőztél egy gipszelt kezűt. Tehát, hogy aha. Így könnyű, majd jönnek az SMS-ek. Lámadozás közben. Választottatok egy félszárnyú madarat, tudod, majd jönnek az elégedetlenkedő SMS-ek. Jó, de nem szkanderozni akar veled, hanem fekete féligen. Így van. A nyelved így nincs van. Begipszelve. Nincs. Jól van. Akkor mehetünk, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Gondolom. Kérdezni, én... lehetséges? Ezt gondoltam, te egy ilyen típusú lány vagy, hogy te kérdezel. Erre számítottam. Persze. De akkor most kérdezel? Persze. Most? De ki? Te? Te akarsz kérdezni? Kérdezni. Biztos? Kérdezek én?
Kérdezete? Hogy biztos, a Noelről szeretnék kérdezni. A Noelről? A kisebbik fiadról, persze. Muszáj volna tudnom, hogy ő kicsoda? Persze, hát gondolom, hogy tudod, neked is ott kellett lenni, nem csak a Vikinek. Nem a csak a Vikinek. A gyereke? Ó! Hát igen, hát, de kimondtad. A teljes összezavarás. A legaljasabb. Előző, tudom kellene, hogy ő ki? Mármint ez a... Hogy Noel? Kicsoda. Én mindig máshogy játszom egy kicsit. Kimondtad, ugye azt mondtad, hogy neked is ott kellett volna lenni, nem voltál, vagy valami ilyesmit mondtál, volt egy nemed. Vikinek nem. Igen. Vikinek nem, igen. Nildi? És előtte már majdnem kicsúszott egy igen is, de ott jó fejek voltunk, és hagytuk tovább venni. Igen, ráadásul tényleg ott volt már egy igen az elején, csak én azt elengedtem. Igen. Szemét volt a játék stílus, ahogy kicsit összezavartalak? Kérdezél, de mégse hagylak, elindul, de megtördelem picit, nem? Figyelj, nem volt szemét, igazából nagyon izgultam, mert nagyon szerettem volna a gyerekeimnek egy ilyen ajándékcsomagot, de hát nem jött össze, nem probléma. Na most azért még a végén bedobtad ezt persze, a finom lelkitel. Aha, persze, még nyomasszál minket. Itthon van az anyjuk törött könyökkel, és még csak egy nyakban kosztót se adhatunk neki. Nem, szememet. Ők benn vannak a szobában, mert mondtam nekik, hogy kiregyeltek, amíg anya telefonál. Igen, majd most indulunk az iskolába. Azt hittem, ők is betegek, gipszbe vannak, és három hete otthon vízketvek, és közben bárányimlősek, tudod? Mert akkor mondom, jó, akkor legyen egy ajándékcsomag. És hány évesek a kicsik? Elviszem autóval. A kisebb még 28. Nem, a kisebbik az 8, a nagyobbik az 12. Jól van, figyelj, legközelebb megpróbáljuk újra. Jó? Jó, oké, rendben. De egyébként ügyes voltál, csak nem hagytalak kibontakozni. Köszi a játékot. Köszönöm. Jobbulás, puszi. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. Hát azért ezt engedjük meg magunknak. Megvolt. Ami jár, az jár. Ultra aktív, úgynevezett Blitzkrieg jellegű játékot folytattál. Nagyon jó játék. Nagyon jó volt. A tördeled, elindítod a kérdést, de nem hagyod, hogy kérdezem, beleszólsz, visszakérdezel, adod a hülyét, a legaljasabb játék. Zavarod össze, ez most tényleg ennyire hülye, vagy csak előadtam ott. Tényleg nem tudja, hogy hívják a saját gyerekét? Ez egy seg. Na mindegy, azért kérdezek. Hát muszáj gyerekek, mindig más eszközhöz kell nyúlni, de a hallgatók már kiismernek bennünket, muszáj játék stílust egy kicsit változtatni. Így viszont akkor, mondd ki. 4-0. Már írják is. Balázs aljas játék volt, sok felkiáltó jele. Hát gyerekek, ha már belépsz a ringbe, ott csak csípni, rúgni, harapni nem lehet, minden más megengedett. Csípni, rúgni, harapni nem haraptam, viszont nem hagytuk kibontakozni a játékost. Így van. Na, jövünk a hírek után, és hívjuk Ferit, mert hogy Feri most a mi száguló riporterünk, egyrészt azért, mert ő lakik a helyszínhez a legközelebb, kettő így nagyon praktikus volt, három csipkebokor vesző, és vagy ez kettőnél mondja? Hát figyelj, legyen három csipkebokor vesző, ja. Négy, te vagy az én párom. Öt észnél légy. Na jó. Szóval, hogy Feri... Tök. Ferit hívjuk, hogy mi a helyzet az ORFK, BRFK nagy sebességmérési akciójával. Ott vannak a Gömb utcánál, mit csinálnak, miért nekem Feri visz neki friss süteményt, friss kávét, és megpróbálja szóra bírni őket. Úgyhogy jövünk a részletekkel. Ákos, híre jutam. 7 óra múlt, 12 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, Jani. Hello, szia, Bali. Ég a kezünk alatt a munka. Így van, ég a szemétégető is, vagy van? Nehogy ezt úgy mondjuk, mintha viccelődni szeretnénk ezzel a dologgal, nehogy valaki. Nem úgy mondtam, de mit kibántanak meg? Nem úgy mondtam. Csak azt mondom, hogy égett, többen kérdezik, hogy miért van füst. Ja, igen. Mindig. És mondom, hogy égett egy szemét, telep szemét égető éjszaka, és nagyon sok hallgatón kérdezi SMS-ben, hogy miért van még mindig egy kis füst, és miért volt hajnalban füst. Ezért. A 13. kerület, illetve a 4. kerület környékén. Hát pontosan ezért, mert hogy ugye megkaptuk mi is, és láttuk a híreket, hogy ott kigyulladt valamilyen szemét telep, és hát beborította a 13. kerületet és a 4. kerületet. De a tűzoltók ezúttal is tökéletes munkát végeztek, úgyhogy nincsen gond, majd eloszlik a füst. Így van, felszáll a szürke füst. Ugye? Ezt kérdezték többen tőlünk. Na, nézzük, milyen közlekedési híreink vannak. M1-e 142-es kilométer határ felé van egy trafi, mindenki figyeljen. Az M0-áson, az M7-es becsatlakozásánál a Szeged felé haladókat szintén mérik. Galaxis Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az M3-ason mérnek a rendőrök méghozzá Pest felől érkezőket a Kálmán házi pihenőnél. Lisztes Ati üzeni. M1-es 83-as 84-es között hídról mérik a Győr felé tartókat. Ezt Viktor küldte. Az M5-ösön is van egy trafi a 43-as kilométernél Szeged felé. Gyerekek, az összes autópályán kint vannak. M1, vannak. M3, M0, M7, M5, mindenhol ott vannak. Kapuváron is kint vannak a rendéberőrei. Fókusz Peti küldte nekünk. És igen, az embertelen füstöt kérdezitek Újpestet, de ezt megválaszoltuk, hogy ez az oka.
senki ne essen pánikba. Eloltották már a tüzet, ha minden igaz. Illetve egyik hallgatónk ír valamit, amivel tökéletesen egyet tudunk érteni. Kanos vagyok. Ennyi az üzenet nekünk. Nem tudunk sajnos segíteni, de megértünk. Igen? Megértjük? Hát nem. De ez annyira nem érzem most még. Figyelj, ettél itt aludtál, most már mi jöhet? Nem tudom, valahogy ezt így nem. Most már ilyenkor már be kéne, hogy durranjon a dolog, és már nagyon már ilyennek kéne, hogy legyek. Nem hát vagyok ilyen, akkor nem is vagyok férfi. Fok lesz. Ma 27 fok lesz. Jó, hogy ránézel a hőmérsékletre, és akkor megbeszélt akkor magad, tudom, hogy ma 27 fok lesz. Hogy kb. Hogy fognak felöltözködni ma a jányok. Ja. Igen, te BKV-val jársz, ott nagyobb a kísértés. Uh-huh. Ott nagyobb a kísértés, én rájöttem pont valamelyik nap, hogy autóval járni egyébként rohadt magányos dolog. Az. Egyre senki nem néz át már a másik autóba, mert ember embernek farkasa, mindenki egy ilyen kicsit elidegenedett világban megy, ül a saját autójában, nem nézünk át, nem mosolygunk, nem nézünk sehova. És baromi magányos vagy. Uh-huh. Illetve nem azt mondom magányos, hogy egyedül vagy. Ugye? Tehát, hogy nem tud sehova nézelődni. Viszont amikor BKV-ra szállsz, az maga a kánoám. Emlékszem még régen, amikor BKV-val utaztam, hát ott folyamatos impulzusok érnek téged. Csoda, hogy akkor nem voltál monogám. Folyamatosan jönnek a csajok, nézed, leszáll, fölszáll, mosolyog, csinos, jól néz ki. Na ez sajnos az autózásból egyébként nekem hiányzik. Beáll melléd egy öreg papa, áll egy Logannel, kicsit megpiszkálja az órát, ha szerencséd van, nem eszi meg. Igazítja a kalapot. Igazít egyet a kalapon, majd nyom egy padlót, beáll 40 a 70-es táblánál. Hátra néz, hogy megvan-e még a bologató vizsla. Igen, és párhuzamosan leáll versenyezni Suzukival. És de ezt éled át vezetés közben. Az, hogy beálljon melléd egy bomba jó nő, átnézzen rád, dob egy mosolyt, kicsit visszamosolyogsz, mind a ketten érzitek, hogy ez nem szól többről. Örül az csak... új fehér BMW-jének, aztán véletlenül lők fel, ezt bekapcsolja, és megnyomja a hátra. De nem is kell, hogy jó autó legyen, csak tudod, ez kicsit átmosolygok. Ez nincs hogy meg. Lehet, hogy rám nem mosolyog? Itt nem akartam mondani, de lehet, ne, hogy rühelnek. Ne legyen el. Hallod, lehet, hogy szimplán csak rühelnek, és de azért nem mosolyognak. Hiszem, nem biztos, hogy átmosolyognak. Nem. Olyan, mintha félnének, vagy így tartanának, vagy így nem tudom. A múltkorán mosolygott egy 40-es, de ő bácsi volt. Vagy egy srác. Tehát, na, az de jó. Már annak is örültem. Figyelj, én meg annak rájuk is örültem, nézek, és mindig csak aggódó arckifejezéseket látok, hogy vajon hol lettek a szülei? Vagy biztos elkeveredett valahol. És most lehet, de nem mondják mindig, hogy kisfiú, nesé, nem megtaláljuk nesé, őket. Nesé, gyere, elmenjünk ide a Máminfóhoz, és akkor hogy hívják, majd ott megállsz egy picit, majd bemondatjuk a hangos bemondóba, hogy várják a szüleidet ide. Igen, nincs, lehet, hogy nekem nincs ilyen élményem, de régen volt. Lehet, hogy tudják, hogy két gyerek, na a papa már hova mosolyog, nézd a hülye vénkecske, mit röhögsz te hülye, hát nem tudod, érted, és erre gondol. Örülj annak, amit van. Ez olyan tudod, mint amikor még nem volt gyerekem, akkor azt mondták, hogy majd, ha gyereked lesz. A csajok, figyelj, olvadozni fognak. Mert tudják majd, hogy veled már tét nélkül lehet koketálni. Soha nem látok más, csak szánakozó pillantást, hogy te hülye. Te nyomorult. Tehát sosem, nekem ez nem volt ez az élményem, hogy na majd akkor ott ül a gyerek a karodon, és akkor majd a csajok, hogy te milyen édes apa vagy, és milyen édes gyerekkel. Jaj, Viki mondja, hogy igen, hogy persze, mert az ő karján ül egy gyerek, nem a tiéd. De hát azért az én karom, neki lehet, hogy volt ilyen, hogy apukák tudod. Azt mondták, hogy hello anyuka, milyen kis tudod, így izé, hello, tudod, és akkor így, aha. Nekem nem volt ilyen, hogy egy nő azt mondja, hogy milyen szexi apuka, milyen szexi gyerekkel, tudod, csak ilyen, és az anyuka is a háta mögött, elől-hátul rászíjazva egy gyerek, meg a cekkerek, elől-hátul orrában szíjazva két gyerek a feleségedre, meg a cekkerek a kezébe, hogy jön a Jó, akkor most fényesítjük tovább a képet rólam. Én megyek elő 5 méterre a családom előtt, Viki az egyik mellén éppen szoptat az Interspár előtt, a másik kezében fogja a Benit, közben egy 50 kiló szatyrot húz maga után. És a lábával lögdösi a bevásárlókosan, vagy a kocsit persze. Előre. Én meg vonulok, és azt mondom, sziasztok, jó reggelt, jöttünk vásárolni. Nyilván ez így történik. És mész az autót vele, és még hátra kiabálsz, hogy tenisz után hívlak! És közben szervákat ütök a levegőbe. És nagyon jegek, és fejpánban megyek. Igen. Szóval nem tudom, ez valahogy nekem nincsenek ezek a kis összepillantások egyáltalán. Ennyi előnye mindenképpen van a tömegközlekedésnek. Én vagyok az öregszem. Mit? Ennyi előnye mindenképpen van a tömegközlekedésnek. Ott azért lehet aratni. Lehet.
Lehet, illetve maradni nem annyira, de hogy egyébként így nézelődném, lehet. Abszolút. És hát meg kellett állapítanom. Én, aki ugye rengetegen voltam már a világban, sok szépet láttam, sok csodálatos élményt megfordultam. Igen. Én azért biztosan állítottam, hogy Magyarországon vannak a legjobbnak. Még tőled nem azt kérdezi mindig, hogy kisfiú, hol van a tornazsákod? Nem kapsz ilyen kérdéseket? Olyan szomorúnak tűnsz, elhagytad a tornazsákodat, hogy mi történt? Hát ez is szokott lenni, általában az van, hogy mit tudom én, letörnek nekem egy kifli csücsköt, odaadják, meg ilyesmi. Igen, azért, és akkor kicsit kisfiú nesi. Így van, és a könyvtől maszatos arcomat letörölgeti. Igen, na jó van. Oké, utána járunk akkor annak, hogy mi a helyzet, ami Ferinkkel, mert hogy mint a Morning Show száguldó riporterek kint van már a helyszínen. Egyfajta, nem is azt mondom, hogy fülön csípési szándéka, mert tudjuk, hogy az ORFK, BRFK nem ad ki olyan információt, ami ne lenne igaz, nem azért megyünk most a Teve utca sarkára, hogy csekkoljuk őket, hogy valóban ott van-e a trafi, mert hogy ugye reggel már elküldték nekünk, hanem azért, mert hogy volt egy e-mailes akciónk, hát ha valaki nem tudja, csak elmondom gyorsan egy mondatban, hogy... Ugye a BRFK, vagy pontosabb az ORFK, nem tudom, kitalálta, hogy a lakosság választhatja meg, hogy hol legyen trafi. És kértük a hallgatóinkat, hogy... Valamelyik RFK, igen, hogy ömlesszék el a police.hu-t e-mailekkel, és írják meg, hogy egy általunk kijelölt helyen tegye le az ORFK, BRFK trafit, és mi a Teve utca, Gömb utcát vettük alapul, hogy ez egy jó gag, hogy a rendőrség mérje idézőjelesen saját magát. Pici teszt is volt, hogy van-e humorérzékük, kirakják-e. Igen, most nem tudjuk, hogy azért rakták ki, mert hallották a műsort, és azt mondták, hogy na, a baliék mondták, rakjuk ki, vagy ők csak megnézték, és látták, hogy több száz e-mail jön be hallgatóinktól egyébként. Hogy tényleg komolyan veszik az állampolgárokat, vagy pedig van humorérzés. Igen, nem, hogy az e-mailek alapján, vagy a műsor alapján, vagy a kettő alapján tették ki. Egyébként azt is feltételezhetjük, hogy nem hallották a műsort, csak megnézték, több száz e-mail, Teve utca, Gömb utca, mindenki akkor minket akar kicsit itt ellenőrizni, tegyük ki. De szerintem a kettő együtt. Feri már hétfőn lefőzte a kávékat, termoszba töltötte. Vasárnap levágta a sonkát. Hát pénteken meggyúzta a tyúkot, szerdán megfőzte a húslevest, és most viszi neki. Így van. Most felvette a bagria csizmáját, a bugyos nadrágját, a mellényét, a lajbit, a kalapot, és kiment. És beköszön, hogy drága vezérem, szőröm, nagyuram. Hívjuk Ferit, jó? És megkérdezzük, hol van most, mi a helyzet a trafikkal, kik ülnek benne, meg tudja őket szólaltatni, vagy áll-e más illetékes? Akkor a trafi már, hogy ülhetnek is benne, ezt úgy kell elképzelni, mint egy birodalmi lépegető? Igen. Aha. Tehát van egy trafi, és benne ül három pici rendőr. És néha jönnek az evók macik, és párgával körbe kötözik a trafi lábát, és eldől balra. Kész a készség nyilván házadok. Na jó, oké. Az a jó, hogy lassan tényleg 50 évesek vagyunk, nem? Tehát, hogy azért bennünk nagyon szeretett, sose később felnőni. Tehát, hogy tényleg azért te 45 év, lassan 40, és mindig az a legjobb poén, hogy a birodalmi lépegetők hangját utánozzuk, és ennek ennyire örülünk. A legjobb a világ, így van. Empire Strike Back. Feri, jó reggel! Ja. Hello! Drága vezérem, szőröm, nagy uram. Akkor így kezdeném, és Janit szeretném kiavítani. Feri! Várjál! Ott vagy! Menj bele! Ott vagy! Hol? Menj arrébb! Ott vagy a tévében! Ott vagy a TV2-ben, menj arrébb! Jó, így megnézem. Várjál, az operatőr nem hallja ezt, hogy most kiabálsz neki. Feri! Ott vagy! Nem ő próbált arrébb menni, de én akartam arrébb menni. Ott van! Benne van Feri! Ott van élőben! Nagyon király vagy! Feri! Na, igen, menj már nem a Trafiboxba, Feri, hanem a TV2 kamerájába! Ott van a TV2 kamerájában! Megint képernyőn vagy! Gyere be a TV2-be! Megint van saját műsorában! Rohadt élet belekeverték! Könyörgöm, 50 évesek lesznek! Csak mondjuk el annak, aki nem tudja, hogy mi történik, hogy közben a Mokka élőben tudósított a Gömb utca sarkáról, Feri pedig egy piros kabátba sétált hátul, és mi kiszúrtuk, hogy ott van a TV2. Én azt hittem, hogy egy régi híradót látunk, mert hogy akkora az új Trafipax, mint egy rohadt nagy kamera. És Feri tényleg belesétált egyébként a TV2-nek a műsorába. Hihetetlen! Piros kabát van rajtad, Feri! Látod? Betegek vagytok, gyerekek! Tényleg, két 50 éves fiatal ember ül a stúdióban, és gyakorlatilag ovációban tör ki, mert megláttak engem a tévéképen. Igen, egyébként ők is itt vannak, picit ránk szerveztek, nem érdekes, ezt jeleztem a TV2 stábjának, hogy aranyosak vagytok. Elintéztük nektek, hogy közel legyen a stúdióhoz, ők is kijöttek. Hát Istenem! Óriási!
odaadtuk a mi kis dicsőségünket. Hallod, Feri, látod, hogy semmi értelme nincsen castingokra járnod? Így is bekerülhetsz megint. Ennyi, ott voltál megint, ott voltál. Tulajdonképpen egyébként én szóltam nekik, hogy gyertek már kis látom, hát ha jó lesz valami. Hallod, forgassátok le a bejelentkezést. Ezzel igen. A 10 másodperccel jobb voltál, mint a kárász az elmúlt fél évben. Nem volt nehéz. Nem volt az nehéz. Az is igaz, igen. Na, gyerekek, mi a helyzet ott? Mi a helyzet? Soha még ilyen béke nem honolt a levegőmbúta sarkán. Mondom nektek a csúcs mérést, amit eddig végrehajtottunk a Trafipaxszal. 28 km/h. Ugyanis a következő történik, hogy mindenki tudja, hogy itt vagyunk, itt ilyen rendesen emberek még nem közlekedtek, a zebrát meglátják az autósok, kilométerekről lassítnak, befékezés van, és gyakorlatilag a jobb kéz szabály betartásának ugyan gyönyörű példáját láthatjátok, hogy sírnátok. És még a kezüket is kiteszik az ablakon, hogy jelezzék. Igen, hogy tessék parancsolni. Na most kétféle autós, háromféle autós, aki nem vesz rólunk tudomást, a második, aki nagyon örül nekünk és integet, most is pont ez történik, és volt egy darab, aki viszont kitette a középső útját csúnyán, de nem nekem, hanem így a trafik felé. Na jól van, de akkor tudtál neki kávét adni? Vagy meg tudtad őket örvendeztetni? Engedték, hogy a közelbe férj közél a mérésnek? Oda mehettél? Nem hétfőn főztem le a kávét, ahogy Jani mondta, hanem múlt hét pénteken. A következő a helyzet, a poszton lévő rendőrök nem fogadhatnak el semmit. Én hoztam kávét, cukrot és tejet. Tényleg? És azt mondták, hogy nem lehet, mert hogy nehogy valami. Mondd meg, hogy nyissák csak ki a szájukat, beleöntöd a szájukba, akkor nem akkor így nem van messziről, vagy az is lehet, hogy én iszom meg, és átköpöm a szájukba. Vagy átcsmárolod. Vagy átcsókolom, igen, ezt is lehetne, de ez egyik sem működik, ez a része, tehát nem fogadtak el semmit, megmondták, hogy nagyon kedves vagyok, de nem lehet egészen egyszerűen. Nem, ezt értem, ezt a szigort, ez kell, tehát hogy elvesz egy kávét, kell. Már azt hiszik, hogy elvett bármi mást, ez jogos, tehát hogy ez megelőz bizonyos dolgokat, gondolom én, igen. Otthon sem ihatják meg? Hát elcsomagolni nem akartam nekik, azt mondták, hogy nem lehet, úgyse fogadhatják el, hogy hazaviszik. Tehát se ajándékot, se semmit. Aha. Se ajándékot, se semmit nem lehet ilyenkor elfogadni, ők dolgoznak. Egyébként valóban így van, a vadonatúj csodálatos készülék áll az út szélén. Figyeljetek, tényleg minden túr, nem beszélhetek róla, hogy kipróbáltam, tehát azt mondták, hogy csak úgy állhatok oda, hogyha egy szót sem tudok. Hogyha erről kipróbáltad, hogy elszaladtál előtte, és megnézted, hogy mennyivel futsz? Igen, futottam, és képzeld, 3 km/h néz. Hát, jön a büntetés Vas megyéből. Az biztos is, hogy túlszágúdottam a Teve utcát, erről valóban úgy néz ki, mint egy birodalmi lépegető vezérettsége, ahogy azt gyönyörűen mutattátok, és a lövöldözés is nagyon klassz volt, itt telefonon keresztül. Hát meg egy óriási kijelző, gyakorlatilag mindent lehet követni, tudod állítgatni, hogy mit akarsz rajta mérni, mit akarsz nézni, itt most sebességet mérünk. Azt hiszem, csak még egy ideig azt, aztán majd szeptembertől mondták, hogy akkor már a biztonsági jöv, stb. Tehát most még csak mindenhol sebességmérésre használják. Így is van, így igen. Van. Na, a következő a helyzet, igen? Hogy itt áll mellettem kis Csaba, rendőr, alezredes úr, akivel régi jó nexusunk van már, és próbáltam kiszedni belőle különböző információkat. A legfontosabb, amit én szeretnék megtudni, hogy ez a Trafipax, ami most itt a tevegőm sarkán van, alezredes úr, tervút, az minek köszönhető, hogy itt van? Vajon a beérkező kis e-mailek tömege? Pontosan így van, tehát rengeteg megkeresés érkezett a Trafipaxnak a kapcsán, hogy ezt az utcát mindenképpen vegyük bele az akcióba. Több mint 40 ilyen állampolgári kérdés érkezett, és ennek megfelelően természetesen mi teljesítettük azt a kérdést. Mi volt az átlag a kis bejelentések? Ilyen 1-2 e-mail jött egy-egy helyszínre? Körülbelül igen, hát országosan azért nagyon-nagyon sok jött, tehát 1000-nél bőven több jött. Budapesten több száz ilyen helyszín megjelölés érkezett, Pest megyéről is nagyon sokan, ugye a megye nagyságát tekintve. Úgyhogy volt dolgok a kollégáinknak, hiszen ezeket értékelni kellett, és az olyan extrém dolgokat kivenni belőle, mint mondjuk lakópihenő, vagy parkoló, vagy bármi, amit azért látszott. Pancsó aréna. Pancsó, igen, tehát aminek látszott azért, hogy az vicces kezdek küldték el, de nagyon-nagyon sok, szerencsére nagyon-nagyon sok olyan helyszín is érkezett, amelyet a rendőr kollégáink is megalapozatnak találtak. Hall benneteket az alezredes úr, úgyhogy nyugodtan lehet kérdezni. A lakóövezeten gondolkozom, hogy azért ott milyen önkéntes rendőrnek kellene, aha, hogy megkérde egy lakóövezetben, nem? És a parkoló az milyen? Ő is a parkolóba tehát beállítani. Tehát nagyon sok. Én azt gondolom, hogy egy picit ennek a műsornak köszönhetően is érkeztek ilyen kis helyes megkeresések, de azért a többség országosan azt mondhatjuk, hogy azért komolyan vette ezt a felhívást, és örülök neki, tehát itt a jelenkező nagy létszámának meg ez volt tudható. Azért... Tudom, hogy erről nem beszélhet Csaba, de azért árul, de nekünk volt olyan, hogy valaki berongyolta
Teve utcai rendőrpalotába, és azt mondta, hogy gyerekek, a Morning Shopon most szervezi ezt a kis Teve utcai kitelepülést, tegyünk már oda, legyünk jó fejek. Nem tudok ilyenről, nem tudok ilyenről. Jaj, de és mosolyog, jó, érted. Na, csak azt akartam kérdezni, hogy egyébként a rutinos rendőrök azok első ránézés is megmondják egy cím alapján, hogy ott tényleg egy komoly bejelentésről van szó, vagy pedig csak egy szimpla szomszéd bosszúról. Nem, ez pontosan így van, tehát ez pontosan így van, és én mondhatom valamennyi megyei vezető kollega nevébe, hogy azért ők ismerik azokat a helyszíneket, azokat a veszélyesnek ítélt útszakaszokat, ahol amúgy ismérnek sebességet, hiszen a esetek megelőzésének a legfontosabb eszköze tulajdonképpen ez a sebességmérő berendezés. Természetesen akadhatnak kisebb települések, ahol nincs napra készen mondjuk a megyei vezető, de ott pedig a városi kollega, a helyiek is biztos, hogy ismernek. A legtöbbjét ismernek. Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ez egyébként szimpatikus, hogy ezt oda kiraktátok. De barátkozni akarunk az emberekkel egyébként. Tehát a rendőrség célja az volt a részletekről, hogy figyeljetek, adjunk egy ilyen napot, jó lesz, egy kicsit közelebb kerülünk az emberekhez, legalább mindenki tudja, hogy ma hol kell figyelni. Az összes, tehát az országos akcióval ez. Hát én mi azért szerettük volna a figyelmet fejlődni azzal, hogy ez a közlekedés egy becsés üzem. És ezzel, hogy egy kicsit hozzá tehetnek a közlekedő saját maguk is, azzal, hogy ők javasolnak nekünk helyszíneket. Én bízom benne is. Elmondhatom biztonsággal, hogy lesz még ilyen akció ebbe az évben. Akkor újabb területet tűzhetünk ki magunk elé, hova küldjük egy trafit, srácok. Mi lelkesen küldjük az e-maileket már, mint a hallgatóink, tehát ha van ilyen lehetőség, akkor élünk. Élünk vele. Ezt mi nagyon szépen köszönjük. Jó, köszönjük az interjút egyébként, tényleg jó, hogy már így lehet. Csaba, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Őt egészséget. Ja, köszönöm szépen, már nekem szó. Figyelj, tényleg örültek, komolyan mondom, reggelire kijöttem, itt van szóvivő azt, hogy mindenki itt sürgött, forgott, mondom, a kávét azt lepasszintották egyből, a kicsit a csokisfánkot várták, de azt nem kaptam most reggel, és amit múlt hét pénteken sütöttem, az meg már elfogyott otthon, tudjátok, hogy nálunk nem lehet ilyeneket tartalékolni, és tényleg várták, úgyhogy így örömmel fogadták ezt a dolgot, és hát így interjún kívül azért elmondták, hogy nagyon nagy röhögés volt azoknak, akiknek lehetett ezt a dolgot megcsinálni, amikor kiderült, hogy ezt mi szítottuk, ezt a kis dolgot, de örültek neki. Amikor leesett, igen. Azt írja Zoli, hogy azért egy banán dugjál a kipufogójukba. A biztonság kedvére azért, hogy mégis a helyén kezeljük az ügyet, hogy azért mi történik. Jó, az a baj, hogy itt a környéken 54 darab rendőr autó van, úgyhogy nem tudom, melyik meg kéne dugni. Imádnám, hogy lefotózzánk ott térdelve éppen, hogy próbálod beletunkolni a banánt az egyik kipufogóba. Jó van, ha még bejelentkezik a napló, akkor integessél, mert napló nem, a tények még hát, ha ott tudsz lenni, akkor még integessél, mert akkor látunk. Nem hiszem, hogy már kikapcsolnak, mert meg volt, de hát nagyon vicces volt, hogy ott voltam. Nem kapcsolnak már, igen. Na gyere vissza, akkor várunk, jó? Vigyázz magadra. Rendben, értettem a reggeli forgalomra tekintettel, Gábor. Szevasztok, hello! Majd a szerencsepercek, vagy hogy hívják azt a műszert, amivel elment a sövezet, na arra visszaére. Szerencsepercek. Csőferi, köszönöm. Szevasztok, hello. Na, tök jó. Ez megint egy olyan tipikus példája volt, hogy bárcsak mondhatnánk azt, hogy tipikus, hogy egy állami intézményt, egy állami szervet lehet jó fejmódra is képviselni. Abszolút, egyébként igen. Open Bachelor Berlin lehet jelentkezni, valaki játszana velünk, mi pedig utána járunk egy internetes hírnek, ami napok óta kering, mint egyfajta rémhír, és ha igaz, az szomorú, én azt gondolom, hogy szerintem egyébként nem, de mindenképpen utána járunk, mert hogy van egy bizonyos aranyos arcú, kedves süti árus néni a Nyugatinál. Mindenki így ismeri, aki itt él a fővárosban, vagy látta, vagy olvasott róla. És elindult egy ilyen, szerintem egyébként rémhír az interneten, hogy ezt a nénit, ezt megszállta a NAV, adó ellenőrök lepték el, és megbüntették 3 millió forintra. Milyen szörnyű ez a világ, milyen szemét a NAV, és Jézus Isten, mi van ezzel a szegény nénivel, hogy tudták ezt a szegény sütiárus nénit megbüntetni 3 millió forintra. Megkérdezzük, hogy mi a helyzet, jó, mert hogy minket is érdekel a dolog, ráadásul valóban egy nagyon helyes, nagyon cuki néniről van szó, mi tudjuk, hogy egyébként ki ő nem csinál más, mint lesüt néhány sütit, és azt ő árulja. Nyilván nem biztos, hogy a szó legszorosabb értelmében ő ezt törvénytisztelő módon teszi, hiszen nem adott ő számlát, a kedvenc sütijét leállt, és ott eladogatta. Hát nyilván ilyet nem csinált az ember, mégis szomorúnak találjuk, hogy őt elvileg megbüntették 3 millió forintra. Ha így történt, én ezt így azért ebben a formában kétlem. De megkérdezzük, mert nagyon sokan kérték tőlünk, hogy járjunk utána ennek az ügynek. Mi a helyzet ezzel a nénivel? Valóban 3 millió forintot akar-e tőle beszedni a NAV? Nem tudom,
illetéktelen helyen való sütiárulás címszó alatt, nem tudom, hogy lehet ez. Hát az mondjuk az szörnyű lenne, hogyha emiatt megbüntetnék, vagy ha nem tudnák megbüntetni, mert nem tudja kifizetni mondjuk a kis nyugdíjából a pénzt, bezárnák. És akkor már csak rácsos linzer tudna árulni. Na, ennek járunk. Ennek járunk mindjárt utána. Felhívunk valakit a NAV-tól, hogy mondja el nekünk, hogy valóban megbüntették azt a helyes kis idős nénit, aki évek óta sütit árul. Egyébként egy nagyon cuki, fehérhajú néni, és finom sütiket árul egyébként. Tényleg ezt több hallgatónk is elküldte. Megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Jó, próbáljuk a nénit kiszabadítani, vagy megmenteni a NAV-tól. Még nem rabocsították. Free néni. És nézem, hogy ilyen pólokat tényleg csináltassunk Free néni felirattal, és hogyha lehet, akkor valamelyik EU ülésen rohadjunk be. Igen. Ha Mário Draghi dobáljuk meg konfettivel, és legyen ott egy Free néni. Ha valóban megbüntették, és elszállították, esetleg a akkor a Morning Show új jelszava Free néni. Jó, nem hagyjuk. Tehát ezt tényleg nem hagyjuk, úgyhogy hívunk valakit mindjárt a NAV-tól. Ákos, hírei után. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Nincs annál szebb zsűr, mint amikor ketten vagyunk. Csak te és én. Te kis huncu. Végre. Feri még nincs. János nyilván nem tudom, apróért könyörög valahol, vagy megint a WC. Ja nem, megint volt plusz 2 csomag WC papír a budiból, és elraktad a táskádba, gondolom. Ja, igen, és nem tudtam eldönteni, hogy melyik a vastagabb, mert már mind a kettőket megkezdték. Ismerlek, gyanús. Mikor felszerelik a budit WC papírra, a kettőt tekert, mindig eltűnik. Gyanús vagy te ilyenkor 3-4-8-kor. Na, hát gyerekek, ma az összes nagyobb szervel dolgunk van, már ugye a katasztrófa védelemmel beszéltünk kora reggel, aztán az ORFK-val, BRFK-val most. Most pedig hívjuk a NAV-ot. Ma kicsit ilyen közszolgálatibbak vagyunk, de nem baj, szeretjük ezt is, mert hogy ugye terjeng az interneten egy olyan pletyka, ami sok-sok hallgatónk küld nekünk e-mailt, sok-sok hallgatónk küldött erről e-mailt, hogy járjunk utána. És nyilván ez a műsor nektek készül, azért csináljuk, hogy mindenki választ kapjon azokra a kérdésekre, vagy lehetőleg választ kapjon azokra a kérdésekre, amiket elküld nekünk e-mailben. Nagyon sokan írtátok, hogy járjunk már utána ennek a néninek, hogy valójában igaz-e az, hogy megbüntette a NAV-t 3 millió forintra. Ugye azért vannak sokan nyilván, akik nem pestiek, egy nyugati téren felelhető kis nénikéről van szó, évek óta ott van, és ő sütit árul, nagyon kis helyes. Házra sütött kis sütéjéből ad el naponta 300-400 darabot, csak akkor nem árul, amikor kalipszingeti hajóúton van a sütikből bejött bevételből. Igen, hát ismerve a magyar embereket, amennyi adományt vagy segítséget adnak, igen, abból valószínűleg hosszú útra nem megy. Viszont ugye elindult most, hogy a gonosz adóhivatal, és hát egy próbavásárlással lekapcsolta a nénit, nagyon megbírságolták, 1,5 millió helyszíni, 1,5 millió utólag. Szegény néni, jaj, mi van vele? Én elolvasom ezt a cikket, ebben nagyon sok az életszerűtlen dolog egyébként, mert hogy egyáltalán nem így működik ez a dolog, nem így büntetnek, de utána járunk, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet, árul-e a néni, ott van-e, tudnak-e róla egyáltalán, ők tudnak egy bizonyos nyugati téren található néniről. Igen, történhet-e ez úgy, ahogy le van írva ebben a bizonyos posztban, amit az interneten valószínűleg ti is láttatok már. Így van. Aszalós Andrea, a NAV sajtóreferens itt van velünk. Andi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Beszéltünk, mi már, Andi? Valamikor vagy te most egy új sajtóreferens vagy? Annyi mindenkivel beszélünk hivatalos szervektől, hogy azt hiszem talán veled még nem, ugye? Beszéltünk már, igen, korábban. Bocsánat, hogy összevegyünk egy kicsit zavarozva, ma már te vagy a harmadik sajtóreferens, illetve szóvivő, akivel beszélünk. Andi, olvastátok ti is ezt a cikket, vagy hallottátok? Az idős néni a nyugatinál, akit a NAV lekapcsolt és 3 millió forintra büntetett. Persze, olvastuk az összes cikket. Na most elvileg, aki adószám nélkül üzletel, azt a NAV-nak meg kell büntetnie, ha rajta kapja, hiszen ugye a törvények nem csak az állampolgárokra, NAV-ra is vonatkoznak. Na most a törvény, amiről beszélek, az nem tesz különbséget ugye az aranyos arcú kedves öreg néni és az mondjuk a kedvenc cukrászdán között, tehát itt az a lényeg, hogy valaki üzletel, akkor adószám kell. Na most ez a történet, jól érzitek, és jól érzik az újságírók, több sebből vérzik. Ugye manapság szokás minden rosszat a NAV-ra fogni, tehát ha valaki büntet, az csak a NAV lehet. És ebben a sztoriban ugye egy idős néniről beszélünk, akiről egyesek azt írják, hogy munkanélküli, és ezért is büntettük. Hát ez már eleve egy ellentmondás, ugye, aki nyugdíjas, az hogyan lehet munkanélküli. Ez az egyik. A másik, hogy a cikkekben az áll, az eredeti hírben az áll, hogy
azért büntettük volna, mert nem volt területfoglalási engedély. A területfoglalási engedély az köztudottan nem NAV hatáskör, tehát ezt önkormányzat kérheti számon a nénitől. Szóval számos olyan pont van, Úristen, az önkormányzat is megbüntette, amitől ez a történet nagyon-nagyon bűzlik, és úgy tűnik, hogy egy szó sem igaz az egészből. Egyébként maga a néni is a hírek szerint nyilatkozta, hogy nem büntettük. Igen, igen, elmondta, hogy ő nem is érti maga körül a felhajtást, és hogy ő nem tud semmilyen büntetésre. És az újságíróknak gyorsan eladott 6 sütit. Igen. Egyébként az egy érdekes dolog, hogy mi a különbség a néni között, aki mondjuk nem árul, hanem ő ugyanúgy pénzt kér, most nem biztos, hogy erről a néniről beszélek, mint az az ember, aki egyébként ott van és pénzt kéreget. A néni a pénzért cserébe sütit ad. Nyilván ez már egyfajta... Hát ez egy üzletelés. Ez egy üzleti tevékenység, igen, de hogy nem kell különösebben körbejárni. Ez a kult szó. Üzlet vagy nem üzlet. Aha. Tehát ha én csak pénzt adok... Tehát aki üzletel, annak adószám kell. Na most azért megnyugtatásul mesélem, hogy nagyon sok nyugdíjas vállalkozik, és nagyon sok egyszerű vállalkozási forma van. Hát egyszerű a könyvelés, olyan is van, hogy adómentességet lehet kérni bizonyos értékhatárig. Tehát nem érdemes kockáztatni, nem érdemes belefutni egy ilyen történetbe, mert... tényleg nagyon egyszerű az ügyintézés. Uh-huh. Azt mondd meg, Léci, hogy akkor, hogyha mondjuk én valakinek az utcán adok néhány forint aprót vagy adományt, és azért én kapok egy újságot vagy egy könyvet, akkor neki kellene valamiféle nyugtát is mellékelnie, mert hogy igazából a pénzemért kapok is valamit, vagy pedig ott őket nem lehet ezért büntetni? Ez nyilvánvalóan itt megint csak arra tudok visszatérni, hogy üzletelés. Most az, hogy valakinek segített jó szándékkal, az nem üzletelés. Uh-huh. Tehát ilyen egyszerű a megkülönböztetés. Igen, hát ő már egyértelmű beazonosított a módon, ugye nyilván gazdasági tevékenységet végez, akkor oda már adószám kell, meg érdemes igen, nagyon profi adni, vagy, persze. Pontosan így van. Igen. Hát azért értek ez ahhoz. Jó, tehát akkor nincs baja a néninek, és jól van, és nem büntette meg a NAV 3 millió forintra. Jó. Muszáj volt, ezeket gondolom ti is kapjátok naponta, nem? Hogy így a NAV, úgy a NAV, és akkor majd most milyen csúnya dolgok történnek. Nagyon érdekes sztorik vannak egyébként. Egy vendéglős ismerős mondta múltkor, hogy te itt volt az APEC, engem megbüntettek 100 000 forintra, hát ez most már tényleg skandalom, semmit nem csináltam, csak egyik hűtőből a másikba pakoltam. Mondom, állj. 4 éve nincs APEC, kezdjük azzal. A másik, hogyha te hűtődet rosszul kezeled, és azért megbüntetnek, az biztos, hogy nem a NAV volt. Tehát számtalan hatóság mozog, számtalan szabályt be kell tartani nyilván, de a NAV elsősorban adózással összefüggő dolgokat vizsgál. Tehát nem a hűtőt, nem a területfoglalást, nem a nyugdíjat, és így tovább. De ti vagytok a legnagyobb mumus, és mindenkit veletek fenyeget. Igen, megszoktuk. Jó, megszoktuk, de akkor nem kell a nénit kiszabadítani, mert mi úgy hívtunk föl benneteket, hogy free néni. Így de van. Akkor nem, őt nem hagyjuk bántani. Jó, nagyon szépen köszönjük. Andi, jó munkát nektek, ciao. Köszönjük szépen nektek a Szolós Andrának a NAV-tól. Na, hát azért így kell minden interneten található hírt, hogy ezért, nem is tudom, körémjeleket kezelni, hogy azért nincs baj a néninek, reméljük ezzel túl sem lesz. A néni ott van, árul is, senki nem bántotta, nem büntették meg. Tehát a gyorskocsi utcánál gyülekező a hallgatóinknak mondjuk nyugodtan szélegyetek szét, menjetek a dolgotokra, de azért köszönjük. Free néni. Nincs free néni. Nem kell kiszabadítani, igen. Játszunk Oven bácsival, Beru nénivel, és már igen, itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, hello! Szia! Hello! Helga, hello, Helga! Igen. Helga, honnan hívtál minket? Szegedről. Nagyon izgulok. Izgulsz, az jó. Mit csinálsz Szegeden? Szegeden én most itthon vagyok az ikreimmel. Őket nevelgetem. Ikrek. Az egyszer az ember túl van a nehezén, nem? Igen, már először már volt, vagy van még egy nagyobb kislány, úgyhogy már túl vagyunk már kettőn is, akkor végül is. Atya, volt egy nagyobb kislány, és azt mondták, ó, legyen egy tesója, és aztán ez is egy ikrek. Igen. Azért szép. Hallok én is ilyen történeteket. Itt a rádióban is. Legyen egy tesó, hát ne legyen egyedül. Aha, ikrek. Uh-huh. Egy gyerek, nem gyerek. Akkor három. Igen. Azért az kemény. És akkor kettő sír, kettő fürdik, kettő beteg, kettő alszik.
Igen. Mindent egyszerre csinálnak? Egyszerre ébrednek, egyszerre alszanak, egyszerre esznek nagyjából, tehát teljesen azonos a bioritmusok, azt szokták mondani az ikreknek, nem? Vagy nagyon egyformák? Nem nagyon egyformák, ők kéttetejűek, és kívülbelül különböznek, úgyhogy igaz, hogy lányok, de ettől függetlenül különböznek. Az alvással, ahogy te is szoktad mondani, itt is vannak problémák. Aha, hát az alap. Hogy hívják őket? Jázmin és Hanna. De aranyosan. Mm. És akkor mindent máskor csinálnak, mint az egyik. Az egyik alszik, a másik sír. Amikor a másik sír, akkor ez alszik. Végülis, tehát nem, az egyik később szeret elaludni, inkább ez a baj. Tehát aludni alszanak, hogyha kell délután is, meg este is, csak Hannácska ő szereti az időt húzni, és elaludni nehezebben meg neki. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jól tudod, hogy okay. Változtak a szabályok, sorozatokat is nézhetnek, klasszikus filmeket is nézhetnek, már nem csak zenét hallgatnak, hanem minden olyat, ami vagy moziban volt látható, vagy tévében, mint sorozat. Próbálom nagyon szabályosan. Jó. Igen. Elmondani a szabályt tényleg, hogy ne érje szó a házelét. Na figyelj, mutatjuk, mit csinálnak. Beru néni liftet kezel, nem? Igen. Ugye valószínűleg mennek valahova? Igen. Na figyelj, nagyon rövid lesz, mert nagyon jellemző. Figyelj. Yeah. Oh. Óriás klasszikus. Igen. Nem baj, ha nem kérdezel rá. Jó, nem kérdezek. Na még egyszer, hogy hallgassam. Igen, biztos. Meg akarod? Meghallgathatjuk. Meg, de csak picit. Figyelj. Szándoká. Micsoda. Utatjuk. Hallgass meg, így van. Aj, hát ez. Egy jó kis Szándokán így. Van Kabir Bedivel a főszerepben. Igen. Erre így emlékeztél? Igen, bár én ezt már annyira nem. Láttam, de a zene, meg főleg a Neotontól, ugye ez, ami nagyon... A Neoton a magyar verzió. Igen. Az se rossz, de azért ez ügyesebb. A jó kis Kabir Bedivel, mikor a 80-as évek? 80-as évek, nem? Hú, nagyon az eleje. Nagyon én az meg eleje. Akkor születtem, úgyhogy azért én még a filmet nem, nekem a zene az, ami... Na, csak a refrényt, figyelj, Jani. Figyelj, Helga. Figyelek. Forza ogni giorno con il mio lottico la ciuberra. Ecco la sua edizione, gratulálunk. Egy jó kis Szándokánt nézett Óven bácsi Beruni. Ügyes vagy, régóta szerettél már volna? Igen, ezt a sorozatokat szeretem, meg a filmeket, úgyhogy tegnap fogtam a fejem a játékon, de nagyon-nagyon izgultam most ezen azért. Igen. Na, ügyes voltál, de sikerült összejött. Akkor az izgalom ellenére. Küldjük az ajándékcsomagot, Helga, köszi a játékot. Én köszönöm még egyszer, puszi nektek. Ciao. Szia, hello. Pusziuk az ikreket. És a gyerekeket is. Természetesen. 2 perc, pontosan 8 óra. Gáborunk megjött. A múlt héten nem volt, viszont most érkezik Mr. Puliszka. Így gyerekek. Van. Mr. Puliszka, tegnap 6 előtt fölhívtam, hogy beszéljek vele egy mondatot, erre azt mondtam, mondjad Balázs gyorsan, mert mindjárt kezdődik egy újabb előadás. Mondom, ne haragudjon, Mr., hogy zavarom. És elnézést most kérek, van. Hogy megzavartam. Jön. Bronzbarnára sülve, kigyúrva, kielégült mosollyal. Itt van. Ez mind nem ő, és ja. Aztán jön Tóth Gábor is. Úgyhogy Gáborral folytatjuk, Ákos ide jut. 8:14, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Feri még ugye utazik egy kicsit, mert hogy ő ugye kint volt a Teve utcában, és interjút készített a trafipaxozó rendőrökkel, illetve pontosabban nem is velük, hanem egy alezredessel, mert ma van a nagy mérés, ugye a lakossági mérés, ott vannak csak trafipaxok, ahol elvileg ugye a lakosság szerette volna, hogy legyen. Úgyhogy Feri jön, mi pedig folytatjuk közlekedési hírekkel, mond. Lassan, komótosan természetesen, mert hát azért fura is lenne, hogyha úgy jönne, mint máskor, mint az állat. Hát tudod, ő azért az elmentesen nem nagyon rohan. Tehát, hát azért meg most jön, minden kapkodja. Benyom valahol egy dupla hotdogot, tudod. Lefolytja 10 dek a véres felcsállal. Tehát azért megértem, hogy az elmentes a Feri annyira nem rohan, persze. De hogy nem is vág annyira profilban neki. Na, elmentes, igen, csütörtök jön a Gábor, és akkor már a csicseri borsa említésének a gondolatára is, vagy arra, hogy ez jött. Ez valóna a tudatából, ez a szó, hogy csicsirbos, rögtön elindult a nyál elválasztás, és bement egy csülkösöt. És azt mondta, mint a nagyvárati rend, tudok egy jó hentést. Bement, és mondjuk egyébként azt nem baj, ha bemegy, ha se behoz valamit azért. Tofolyok nincs, nem baj.
Csicsér Bors, az sincs, az se baj. Csilla Kegyen, a Pusztakuti úton mérnek Levosz küldte nekünk, az M509-es kilométerénél mérnek Szeged felé, Huszi, M6-os pihenőjénél Pécs irányában a haladókat birodalmi lépegető mérik, Free néni. Szína a WC papír árus, köszönjük szépen. Budakeszi Szélkámán 1 óra, te jó Isten, üdv kapitány. Sárkeresztúró mérik a Fehérvár felől érkezőket, Pápa és Sárvár között 2 trafi is, Celdömölknél és Sitkénél, trafi a Csillaghegyi Strandnál, trafi a 46-os főútnál, és gyerekek, trafi, 65-ös főút, Idegszemcse, M5-ös kifelé városhatárnál, trafi, és az égő szemét füstje a Duna vonalában egészen Gödig elhúzódik, Vác felől az M2-esről jól látszik, nagyon durva. Ezt Zsolt küldte nekünk, hozzánk pedig ebben a pillanatban már is megérkezett a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Gábor, hello! Gábor. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Régen láttunk múlt héten. Köszönöm. Hosszú előadás sorozat volt? Mit csináltam? Pár hét kimaradt, igen, elutaztam, és nem tudtam itt lenni, vidéken voltam. Előtte meg ugye mi voltunk, igen. Szabin. De felajánlottam, hogy följövök szívesen, de azt mondtad Balázs, hogy inkább pihenjen. Nem, persze, hát most a Mátrára ott vagy, akkor fölvezetsz, visszavezetsz, mondtam, hogy inkább pihenjél. De majd behozzuk a lemaradást most. Most aztán nagyon oda csapunk? De mi csinál, wellness-eztél, vagy előadást tartottál? Ez előadás volt, és egy kis pihenéssel összekötve. Igen. A kellemest a hasznossal. Sok-sok kedves vendég volt. De ráharapott az ország. Folyamatosan jössz, mész. Igen, valóban megteltek az előadótermek, úgyhogy ez abszolút jó dolog, és köszönöm mindenképpen. Sok az érdeklődő, egyébként kétféle embert látok. Az egyik, aki egyre több mindent ért, amióta a műsorban. A másik, aki egyre kevesebbet ért, amióta a műsorban. Nem azért, mert nem vagyunk érthetőek, hanem mert másban hittek, mást gondoltak, önmagukban más világnézet volt, és ezt egy picit romba döntöttük. Úgyhogy át kell alakulnia most sok embernek, vagy nem kell, de sok kérdést kapok, hogyan tovább, van értelme az életemnek ezek után, stb. Mondjuk az picit messzire mentek azért, hogy most... Engem picit frusztrál, hogy ilyen kérdéseket tennének fel nekem. János, szerinted van értelme az életemnek? Nincs. Most nem érek rá, de... Nem, de azon nincs. Akkor megkiugrom. Csak vicceltem. Hát egész máshogy élt, egész máshogy gondolkodott, egész másban hitt, mást mondott neki a, nem tudom, milyen szakember, és most szakmai alapon mást hall, ott azért történnek egy picit problémák, tehát kicsúszik a láb alól a szőnyeg. De mindent meg lehet magyarázni, meg lehet indokolni, és van egy nagy előnyünk, hogy a tapasztalat sok mindent igazol. Tehát aki lehet próbálni, meg kell nézni, meg kell próbálni, hogy mit tapasztalok. Meg tudod, mi van? Az, hogy hiteles vagy. Tehát, hogy azok az emberek, akik mondjuk el vannak bizonytalanodva, azok azért bizonytalanodtak el, mert ahogy elmondod, meg amit elmondasz, az logikus, hiteles. Persze, hogy, hát persze, hogy tele van benne, most kétségekkel. Bízom benne, hogy így van. Illetve a jó elvek működnek, tehát szoktam mondani, hogy nem is nekem kell hinni, hanem a saját szervezetének, hogy reagál rá. Egy bélrendszer, a máj, az idegrendszer, a gondolkodás, stb. Az én, gyerekek, nem tudtam ilyen. Többet tenni, létrehoztam ezt a rovatot, elindítottam, és hagyom, hogy az ország megkapja. És ennyi. Elvetetted a magot. Megszültem a gyermeket. Az a gyermek elindult, burjánzik, szórja a magot. Rászabadítottam az országra ezt az embert, és megy. Így van, és a termőföldet, a dolgát, ért megy. Kalászt lengetnek, egyszerűen megdöbbentő. Nagyobb, mint a One Direction. Érdeklődés van, az biztos, igen, köszönöm. Engem nem hiányolnak? De. Na, jó van. És még udvarias is. És még jól is hazudik. De tényleg szokták kérdezni, főleg azokon az előadásokon, amiket ugye közösen szervezünk. Bizonyám. Balázs és Gábor. Egyre inkább már csak Gábor megy, de igyekszünk, hogy Balázs is azért valamilyen módon ott legyen. És ugye hétfőn Szegeden lesz. Balázs most sajnos nem tudott jönni, akkor a hölgyek mindig begombolják a felső két gombot a blúzokon, csalódottak. Igen, és visszarakják a bugyit a belső zsebükbe, amit készültek feldobni nekem a színpadra. Az emberek pontosan tudják. Persze. Nem, azért megbocsátják Balázsnak, hogy... Na de várj, most az, hogy tudok én minden megszólásból mindig rosszul kijönni, azért azt nem tudom. Tehát mondjuk ezért nem arról van szó, hogy mi ketten elindultunk, egymásra vettük egymást, és
egy teli hátizsákkal azt mondtuk, hogy Gábor, gyere, járjuk be az országot. Igen. És utána ebből az lett, hogy Gábor ment, és hol van a Balázs? Oh, ő nem jött, mert éppen nem dzsakuzizik valahol, vagy nem tudom. Itt arról van szó, hogy a Gábornak, hál' Isten, egyébként egy nagyon profi csapattal, erről talán beszéltünk, elindult egy nagy előadás sorozata. Mert a Gábornak egyébként eddig is volt. Igen. De most egy profi csapattal jött ő össze, és ők baromi jól csinálják. És elmentes túr 2015. Igen, hát volt már a Madison Square Garden, a Wembley-ben. Így van, az arénában. Sajnos foglalt volt. És én azt mondtam a Gábornak, erről beszéltünk, nem Gábor, ez nem igen, titkos, persze beszéltünk. Hogy itt, tehát nem effektív arról van szó, hogy édes, hogy ezt mondta, hogy ez kettőnk előadás sorozata, hanem itt a Gábori a főszerep, és ahova én tudok, és amikor az időm engedi, akkor segítség jelleggel egyébként én elmegyek, és kicsit beszélek a Gáborról, fölkonferálom, és kvázi felvezetem. És ennek volt már egy előadás a Debrecenben. Mondtam, hogy soha ennyi. Segítoztak azért, amikor te beszéltél. Igen, én mondtam, hogy Gábor, azért ez kezeljük a helyén, soha senkiért nem utaztam 400 km 10 percért. De Gáborért megtettem, Debrecen. Egyébként egy baromi jó előadást tartottál, és én ott téged, mint az est fő vendégét, kvázi mint egy előzenekar felvezettelek. Ez nekem is egy új szerep volt, de nagyon szerettem, és mondtam, hogy ha lesznek még ilyen előadások, akkor nagyon szívesen egy-egyre elmegyek, és ott még mondok rólad néhány szót, de hát azért ez a te előadásod, és ez a te. Én egy picit korrigálnék, Balázs, mert én azt gondolom, hogy az emberek... Mert már volt négy helyszín, és nem voltál sehol. Igen. Nem azért. Mindegyikre megkértek, hogy eljössz, de aztán végül nincs. Ne legyetek rohadékok, mert ez nem így van. Ez a felvezetés, tehát hogy ezt nem így mondanám, hogy felvezetsz engem. Hát jó, nyomtam egy stand-upot, na, egy kicsit oda tettem magam. Az emberek arra kíváncsiak, én szerintem, mert én is arra volnék kíváncsi, és arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy vélekedsz ezekről, te hogy viselkedsz otthon a konyhába, miket eszel, miket iszol, hogy élsz. Szerintem az embereket ez érdekli, hogy szerintem nélkülözhetetlen, hogy ott legyen Balázs minden egyes előadáson. Nek ott kell, az emberek miatt tényleg meg kell tenned, el kell menned, de gyerekek, mindegy, hát, hogy hol van az előadás, mindegy, hogy mikor, te legyél ott, légy szíves. Gyerekek, itt a Gábor a szakértő, tehát, hogy azt én ezt a robotot elindítottam, aminek örülök, mert van bennem egyfajta tudatosság, igen, meg szeretném a fejeket egy kicsit tágítani, ezért találtam meg Gábort, és indítottuk el ezt a robotot, de hát ezért ebben te vagy a szakértő. Jó, kell még körben nyalogatnunk egymást, vagy nézhetjük a témát, vagy mert már most egy körbe szimatoltuk egymást, mint két kutya, aki régen találkozott. Te meg vagy a kis kutya, aki még ott szimatolgat. Nem, majd amikor te majd utazol 400 kilométert, én majd otthon ülök és tolok, vagy pedig tologatom kint a fűnyírót a kertben. Egyébként te vagy a legesebb. Te vagy a legesebb, mindig az én farkammal vered a család, egyébként aljaskodsz, én leutazom Debrecenbe, és utána még úgy jövök ki a megszólásból, hogy nem megyek el a saját előadásaimra. 10 percet beszélsz, nem erről volt szó. Gábor, tessék, utána megint utazol 400 kilométert haza a családhoz. De milyen rendeség, megtettem ezt Gáborért. Hol leszel legközelebb? Legközelebb Szegeden. Azt túl messze van. Hétfőn. Hétfőn este. Hétfőn este vagy Szegeden. Szegeden, igen. Igen. De ez ugye rajta van az étrendreformon. Nagyon helyes. Menjél csak, szórjad. Jó dolgot hirdetsz. Köszönöm a lehetőséget, és sokat jelent, hogy akár ez a rovat, tehát ez egész. És úgy gondolom, hogy jó irányba tudjuk ezt vinni, ezt az ügyet. Gyerekek, ha nem haragszotok, és ha megbocsátotok nekem egy ilyen pillanatnyi kitekintést ebből az egész kis körbe szimatolásból, megint kitaláltam valamit. De ezen kicsodálkozik. Hát mindenki találsz valami nagyszerűt. Jövő hétre mondom, hogy jövő hétre te se készülj a témával, mert szeretnék egy olyan hetet csinálni minden hónapban egyszer, amikor megadjuk a hallgatóknak, hogy az ő életükre vonatkozóan kérdezzenek. Ugyanis nyilván mi itt mindenből próbálunk meríteni, foglalkozunk ma éppen mindjárt a reggelivel, hogy mit érdemes enni, mikor egyél, hánykor egyél, milyen diétát csinálja, mit ne csináljál, de mégis azért van egy csomó hallgató, aki egyéni speciális kérdést tenne föl, ha találkozna veled. Erre nyilván nincs lehetőség, úgyhogy már most mondom, hogy jövő héten egy olyan csütörtök lesz, amikor is Gábornak idézőjelesen nem lesz témája, mindenki, akinek kérdése van a saját maga életével, táplálkozásával, betegségével kapcsolatban, akkor csinálunk egy ilyen interaktív 20-25 percet, kapod a kérdéseket, folyamatosan válaszolsz, jó? Csak mondom a hallgatóknak, jó, hogy jövőre már ezt, vagy jövő hétre már ezt be is izíthatják. Jövő csütörtökön, tehát nem témázunk, hanem kérdésekre 20-25 percen keresztül tudsz válaszolni. Baromi sok e-mailt kapsz, nem is tudsz mindegyikre így egy-egybe válaszolni. Jövő héten mindenki kérdezhet. Jó, csináljuk egy ilyet, persze. Átadunk a hallgatóknak. Mivel készültél most? A reggelikkel, illetve megjelent egy cikk, Megdőlt a reggeli mítosz címmel. Ja, olvastuk. Amiben ugye azt írják le az írók elég bátran, merészen, és minthogyha szakavatottan is, hogy felesleges reggelizni, illetve ez a reggelizési láz, amiről itt azért mi is szoktunk beszélni, ez nem egészen úgy van, ahogy sokan gondolják, vagy akár én is gondolom,
ugyanis semmi jelentősége nincs a reggelinek, és ezt próbálja indokolni különböző oldalról. Izgalmas volt a cikk. Igen, ez izgalmas cikk volt. Minden, amit ebben hittünk, azt megint megpróbál lerombolni. Ne reggeliz sokat, pedig azt mondják, hogy reggeliz úgy, mint egy király, hülyeség. Hiába eszel bármit, egy óra múlva úgyis éhes leszel. Ne egyél naponta többször, marhasság, inkább egyél háromszor sokat. Tehát minden, amit amiről te is itt beszélsz, és amit az ember elkezd gyakorolni, és benne elkezd hinni, azt ez a cikk megint megpróbálja, hát hogy is mondjam, bebizonyítani, hogy ez nem így van. Melyikkel kezdjük? Kezdjük a reggelivel, hogy igaz-e az, hogy akkor nem szabad bőségesen reggelizni. Mert ugye azt mondja, hogy ez egy nagy biznisz, ezért kezdtünk el bőségesen reggelizni. Igen. Hát több sebtől is vérzik ez a cikk, mert ugye valóban azzal kezdi, hogy igazából ez is egy élelmiszeripari érdek, hogy sokat reggelizzünk, mert így a látványpékségek, a különböző üzletek el tudják adni a buciukat és a pékáruikat. Azonban itt az a probléma, hogy ugye mi nem arról beszélünk, hogy reggelizzünk rosszat, hanem hogy reggelizzünk jót. És nem tudom, hogy a cikk írója vagy írói valaha fogyasztottak-e már reggel zapkását, vagy köleskását, mert ha igen, akkor ezt nem írták volna le, mert aki olyan reggelit fogyaszt, mint amiről itt mi beszélünk, az elég sokáig nem lesz éhes. Tehát szó nincs ipari érdekről, sőt, valamilyen szinten az ipar ellen dolgozik az, aki ilyen típusú reggeliket ajánl, mint amikről itt mi beszélünk, hiszen egészen délig csak folyadékot fogyaszt. Ez az egyik. A másik az, hogy sokan kávéznak 9-10 órakor, amikor bejönnek a munkahelyre. És mit gondoltok, hogy miért kávéznak az emberek, amikor elvileg reggel van? Ugye a kávézás az mondjuk délután, kora délután volna aktuális, amikor az ember úgy kókadozik. De az ember reggel miért fáradt, miért kávézik? Ennek az indokait egyébként én is keresem. Hát azért, mert leesett a vércukorszint. Miért esett le a vércukorszint? Mert nincs reggeli. Tehát alapvetően a vércukorszint kérdést boncolgatja a cikk, de szerintem rossz oldalról. A jó reggeli beállítja a vércukorszintet, megfelelő bioritmust hoz létre, kitisztítja a bélrendszert. Egyébként az éjszakai, ugye az epehólyagban lévő sötét-zöld nem túl egészséges epét kitisztítja, egy kis citromos víz reggel, egy jó zapkása, köleskása, egy műzli reggeli, teljes örlésű kenyér, rossz kenyér, valamilyen krémmel, pástétommal, zöldséggel, vagy éppen gyümölcsel, kitisztítja az epét, a beleket, megindul az anyagcsere. Tehát ne a kávéval kezdjük el a bélrendszert izgatni, hanem egészséges, rostos reggeli megindítja a reggeli. Csak valakinek erre nincs lehetőség, hogy kávézik egyet, a nagy bűnt követel a szervezet ellen? Tehát például én sokszor indítok úgy, hogy... Hát az égyomorra történő kávézás epekőképződést okozhat. Igen? Ez abszolút szakmai adat. Ugye van egy ilyen hatása a koffeinnek, de akinek netán nem képződne epeköve, ott sem egészséges, hiszen az emberi agy ugye reggeltől délig glükózt kíván. A glükózt meg kell szerezze valahonnan. A kávé révén a májból szerzi meg, ugye a koffein hatás révén megszerzi, ha addig él, és az agynak glükózra van szüksége. Ha nem eszünk reggelit, akkor a májból fogja bontani a glükózt, a glikogénraktárakat, ez nem egy egészséges dolog. Aki tehát nem reggelizik, az így jár. Aki gyümölcs reggelit fogyaszt, mint emlékeztek, régen volt egy-két irányzat, hogy csak gyümölcsöt egyél délig, ott azért az a glükóz mennyiség az almával, banánnal, egyebekkel bejutott, és az agy gyors cukorhoz jutott. De aki semmit nem reggelizik, csak iszik egy kávét, vagy finomított ételt kíván meg majd 10 óra, akkor ugye nassolni kezd, ez a következmény, az nem jár el szerintem jól. Tehát a cikk szakmailag önellentmondásba is kerül magával. Azt írja a másik cikk, hogy összehasonlították azon gyerekeket, akik reggeliznek reggel, és akik nem reggeliznek, és hogy egyáltalán nem teljesített jobban az, aki reggelizett. Tehát megdől itt is a reggeli mítosz, mert hogy azok a gyerek, akik nem reggeliznek, ugyanúgy teljesítenek az iskolában. Ez azért nehéz elképzelni, hogy például éhesen, éjgyomorra ugyanúgy tudsz teljesíteni. Igen. Mégis működik a szervezetben egy kvázi bőjt, ami azt jelenti, hogy ha nem eszel fél napig, akkor nem vagy rosszul, sőt, jobban vagy. Próbáljátok, hogy nem esztek fél napig, akkor nem biztos, hogy így leesik a vércukrot, hanem egész jól leszel. Ez egy árnyék hatás. Ez egy kvázi bőjt hatás, ami azt jelenti, hogy ha nem eszel, a szervezet tisztulni kezd. De a gyerekeknél ilyet nem szabad alkalmazni. Ez egyik. A másik az, hogy gyakran azért nem kívánunk reggel enni, mert sokat eszünk este. Ha valaki az esti vacsorát csökkenti, sovány vacsorát fogyaszt, és elég korán, meg fog éhezni reggel. Aki állandóan eszik este, a tévé előtt egész éjfélig, az reggel, annak el fog csúszni a napja egy fél nappal, és egészen délig nem lesz éhes. Tehát megkockáztatnám, hogy azért nem esznek az emberek reggel, mert este tele eszik magukat. És az nem igaz, hogy aki nem reggelizik, az nem fog este enni. Próbáljuk ki, hogy aki nem reggelizik, az egész nap nassolgatni fog. Ráadásul sok ember még a munkahelyén sem tud igazán ebédelni, tehát magyarul összesen egy étkezése lesz az esti. Érdekes, hogy én ezt mondjuk másképp tapasztaltam, tehát ugye nekem a saját személyes tapasztalatom az, hogyha este mondjuk bevacsorázok, és másnap reggel felkelek, akkor én másnap reggel
éhes vagyok. Viszont, hogyha nem ettem semmit, akkor nem vagyok éhes. Másnap reggel. Tehát fura módon... Nem hogyha... ez, hogy kitágul a gyomrod est, és azért, hogy éhesebb reggel, és nem ha nem eszel, akkor egy kicsit már összeszűkül. Én ezt pont így vettem észre. Ha nem eszek semmit este, akkor és éhesebb fekszem le, akkor másnap reggel én egyáltalán nem érzek éhségérzetet. Viszont, hogyha kajáltam, akkor másnap már alig várom, hogy egyek valamit. Ez miért van? Hát azért, mert proli vagy. Az, tényleg. De hülye barom, hülye nyomorult csipet. Szerintem, hogyha valaki megszokja a reggelizést, akkor reggel a szervezet mindig várni fogja a reggelit, és éhes leszek. Uh-huh. Ha össze-vissza élek, akkor ez megzavarodik. Egyébként tényleg lehet egy ilyen mechanizmus, hogy az üres gyomorban nincsen, hogyha nincsen savtúltengésed, éjszaka nem halmozódik fel a sav a gyomorban, akkor reggel nem leszel éhes. És mi helyzet azokkal, akik úgy indítanak, hogy oké, egész nap odafigyelek, de reggel benyomok egy tojást, eszem egy szalonnát, kalóriadús, szénhidrátdús, és kényeztettem magam egy jó reggelivel. Aztán napközben odafigyelek, már az ebéd egy kicsit soványabb, vacsorám, de hogy úgy reggelre eszem egy jót, mert azért ezt sokan csinálják, hogy tényleg lesüt magának egy tojást, irigylem ezeket, akik ezen embereket, akiknek így tud indulni a reggel, megterít magának, élvezi, és azt mondja, hogy gyerekek, egyszer élünk, a reggeli legyen bőséges. Ugye azért ez sok helyen hirdetik. Óriási bűnt követek el a szervezetem ellen? A kis szalonna, kis tojás, joghurt mellé, egy frissen facsart narancslé, némi kis barna kenyér, fehér kenyér, nem tudom. És igazán jól lakottan indulok. Ez csak barna kenyér, szezámolaj és... A zsír, a szalonna az megüli a gyomrot, ahhoz az, abból az agy nem fog profitálni, és egy ilyen nehéz, rossz közérzetet. De energiát nem csinál belőle? Hát energiát, ami engem elindít. De csak ne felejtsük el, hogy este mondjuk ettünk 7-8 óra körül, reggel 6-ig eltelik, mint tudom, 8-10 óra. Az agy nem jutott cukorhoz, helyesebben csak annyi az, amennyi a bélben, vagy a szervezetben volt, reggel éhes a szervezet, szalonnából nagyon hosszú idő, mire cukorhoz fog jutni. És a britek miért így indítják a reggelt, hogy ott van egy tükörtojás, ott van egy kis szalonna, ott van egy kis bab, narancslé, adott esetben mondjuk ők zabkását is időnként fogyasztanak mellé. Tehát, hogy ők egy annyira komplett reggelit vesznek magukhoz, amiben aztán tényleg minden van, az általa támogatott, meg kevésbé támogatott dolgok. Igen, hát én ezt nem támogatom, ez mert tradíció a csak? Zsír, igen, tradíció. Jó kérdés. Alapvetően a 19.-20. század elején, 19. század végén, 20. század elején különböző szakemberek, mint Dr. Kellogg, ismerős a név, ugye? Dr. Kellogg, Dr. Igen. Graham, vagy Graham, és más szakemberek felfedezték, hogyha reggel megvonjuk a zsírt, a zsíros keltésztákat, stb., és helyette teljes őrlésű gabonákat, pelyheket, és nem kovászosat, hanem kovásztalan dolgokat adunk, ugye a pelyhek nem kovászosak, tehát nem mindig a kenyér, hanem a kovásztalan gabonapelyhek, és ezt nem tehéntejjel készítjük mondjuk, és nem sok cukorral, hanem egy kevés mézzel, diófélével, gyümölcsökkel és haszalványokkal, akkor az embernek a vérnyomása beáll, a vércukor szintje beáll, jobb közérzete lesz, és a nassolási kényszer a nap folyamán csökkenni fog. A szalonna és a tojás hatására meggyőződésem, hogy előbb-utóbb a kakaós csika, a túrós bukta elő fog kerülni, és Angliában sem kis probléma az elhízás. Tehát eszem, de hamarabb éhesebb leszek, mintha valami lassan felhívóra szédrátot eszem. És mivel a gyomorban nincsen zsíradékbontó enzim, nagyon kevés van, inkább az epe és a hasnyálmirigy bontja majd, ezért alapvetően reggel a gyomorba zsírt adni az készen. A gyereknek mondjuk egy mézes kenyér, egy pohár tejjel, ugye ezt sokan eszik, egyszerű, gyorsan megkenhető, kap egy kis szédrátot, szőlőcukrot, nem tudom pontosan, mi van a mézben, az jó? Tulajdonképpen jó. Jó volna a gyermeknek is, hogyha inna folyadékot még a reggeli előtt, amiről ugye erről beszéltünk korábban, és a tehéntej helyett jó volna valami más, mert a tehéntej megint altatni fogja, ugye a triptofán hatás miatt leköti a gyomorsavat, a triptofán miatt egy álmosságot fog előítőzni a reggeli tejfogyasztás. Ezért ittatják a gyerekek el este a tejet. Igen, vagy akik rossz alvók, este isznek egy pohár meleg tejet, és azonnal elalszik. Tehát reggel tejet ne nagyon. Igen, inkább valami más, tehát inkább rizs. Mi van, ha az a büdös kölök egyébként nem meglepő módon reggel 6-kor nem akar enni? Mert akkor, hogy 7-kor kezdődik egyébként. Akkor csomagolunk neki szendvicset. Hát, hogy 7-kor kell, de ő 9-re ér be, és ott reggelizik mondjuk. Van egy végút, az egy várost, meg fölül a vonatra, ami itt egyszerűen nem akar enni, mert nem éhes még. Uh-huh. Akkor mit tanácsolsz? Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nálunk ez nem fordul elő. Csomagolunk szendvicset, de úgy, hogy reggelit is csomagolunk neki, és a lelkére kötjük, hogy ezt az első óra után meg kell ennie. Uh-huh. Előbb-utóbb éhes lesz az iskolában. De otthonról csomagoljunk. Igen. Jó, mondjuk én most egy kis diós beiglivel, meg egy banánnal a pokol tüzére és pokolra kerülök. A hetedik bugyorba?
azonnali halált nem okozó szokásról van szó. Végül is vállalható. A cukor az nem jó, hogy egy kis diós beigli? Vagy egy kávét bevertem hát mondjuk. Végül is most mennyi az idő, 8:30. Még vállalható. Ha nem ettél még, végül is ez egy reggelinek fölfogható. Óvatosan, jól megrágva használható ez a gondolat így. Óvatosan, jól megrágva. Óvatosan, jól megrágva vállalható. Azért a beiglit megnézném, hogy mégis milyen minőségről van szó, hogyha jó. Na, azért ne bánts meg, hát az tudod, hogy azért bármi ez nem nyúlok hozzá. Hát igen, én mondja, hogy jó minőség. Tehát keresztettem, dagasztottam. Oké, tehát rendben van. A beiglit egyébként szoktam dicsérni, a cukortartalom ellenére is, mert van benne valamilyen olajos mag, mák vagy dió, ami miatt egy fantasztikus, tehát nem valami virtuális krém van benne, hanem tényleges érték. Uh-huh. Jó. Mit üzensz Ferinek, aki ebben a pillanatban iszza ki az utolsó csepsírt egy hurkasütőnek a tepsiéiből? Valószínűleg megállt a Nagyváratéren a kedvenc hentesénél, amelyik ennek örülök, mert akkor 10-kor reggelizem még egyet. Ott most éppen leggeti a zászlót egy Laci pecsény és sírni fog. Hát tudod, hogy azért annyira. Azért őt se láttam 3 hete. Nem hiányoztam neki, vagy én? De nagyon hiányoztál, sokszor mondta is egyébként. Néha kezdete csak így ült, és így felüvöltött, hogy hol a Gábor? És mondtuk, hogy Feri, nyugodj meg, már csak 1-2 nap. És mondtuk neki, hogy nyugodj meg, Csúvi, semmi gond. Nem érnek úgy éreztem minket. A múltkori adás, egy picit megült a gyomrát, azt meg kellett emészteni. Az mi volt? Már nem is emlékszem. Hát ilyen füstölt gabonakrémet hoztam. Ja, füstölt gabonakrém. És attól nagyon kiakadt, és mondta, hogy most egy picit pihennie kell. Igen. Pihentessük ezt a témát, úgyhogy most nem is készítettem fokhagymás tökmakrémet. Jobban de... is tetted, mert a múltkoritól is nagyon csúnyán, nagyon sokáig szellentett. Mit reggeliztél, Gábor? Köles pudingot készítettem. Hát egy egyszerű hétköznapi reggeli az embereknek, gyerekek. Félkézzel öltözteted a gyereket, a másikat szeded le a farról, adod rá az iskolaköpenyt, mint a torracipő, ellenőrzöd a tornazsákját, és közben köles pudingot reggelizel. Hát az edényben az megfő, utána meg kell turmixolni. A sejtetőben nem a tenyeredben melegíted a gáz felett. De... és egy kis fügével összeturmixolt a máfonyalekvár, és egy kis aszalt alma került rá, igazából ennyi. Kókuszreszelék. Nem, kókuszcsipszet ettem hozzá. De azért reggel, igen, szerintem. Ezt megállapítottuk már többször, de azért reggel édes szájú vagy. De elmondtad, akkor most megideologizáltad, hogy miért kell ez a szervezet. Én nem használok sok édességet. Tehát ezek édes típusú reggelik, de nem agyon cukrozott, mézezett. Hogyha ide hoznám, és ide is fogok hozni köles pudingot nektek, hogy alapvetően nem fogom túlédesíteni. Jó. Jó, van, ne háborodj már fel ennyire. Tudod, hogy én mindennek örülök, amit hozol, mert tudok belőle hazavinni. Úgyhogy az abszolút. A múltkori füstölt kérem is bejött neked, meg a Benninek, úgy tudom. Igen, nagyon, nagyon finom volt. Gábor, akkor egy hét múlva folytatjuk. Én köszönöm a lehetőséget. Kérdés válasz formájában. Jó, köszi, hogy itt voltál. 8:09 közben megérkezett Feri is, úgyhogy jövünk Ferivel, és a hármasugrással Ákos hírei után. 8 óra múlt, 51 perce. Feri! Hello! Gyerekek, itt voltam már 8 óra után, csak pont akkor érkeztem meg, amikor elkezdtétek a témát, és udvariatlanság lett volna beleavatkoznom a dologba, meg azt hiszem, hogy ma érkeztem el arra a pillanatra, hogy a forgalom, a budapesti forgalom az erőszakká tolult bennem. Tehát itt csodálom. A Gábor elkezdte volna mondani ezt, hogy ne ilyen, puff! Én aztán azt mondta, hogy itt voltál, belehallgattam a témába, de annyira jó volt, hogy bevertem egy szalonnás tojást a büfébe. Bizonyám. Nagyon jó volt, hogy beszéltetek. Kedvet csinált hozzá. Én két akkora szalonnás tojást vertem be a büfében némi kis gombával és kukoricával. Egy kis fehér kenyérre pirítva. Jaj, de jó. Sok a lehetőség szerint, és utána is előtte egy-egy kávé. Azért érdekes, hogy mindig elgondolkodom, csak egy mondat, hogy a nagyapám 92 évig élt, Isten nyugosztalja, hogy úgy fejte meg mindig azt a szerény 20-25 tehén, ami volt ott a gazdaságban, meg felszántott, hogy mit én 4 hektárt érted lóval, egy nap alatt, hogy kolbászszalonnával indított, meg fehér kenyérrel, és nagyon ügyesen egyik kezébe tudta fogni mind a hármat, meg egy nagy zöld paprikát, a másikban meg a bicskát, és akkor így végigvágogatta. És szép kort élt meg. És nagyon szép, meg dolgozott is vele. De picit genetika is ez egyébként. Hát, figyeljetek, tehát, hogy én nagyon sok okosságot hallok a Gábortól, ezeknek egy részét meg is fogadom, de például a tejtett mékekről soha a büdös életben nem mondanék le. Tehát, hogy nekem az nehezebb lenne, igen, egyértelműen. Arról nehezebb lenne lemondani, mint a húsról. Nagyon nagy bajban lennék, hogyha azt mondanák nekem, hogy holnaptól nem eltek tejtermékeket. Nagyon komolyan mondom. Igen, kifogyott a készlet onnantól. Hát, akkor már se hús, semmi, akkor már azért így igen. Na de félre mindezzel a témával, mert képzeljétek el, hogy amikor odaértem reggel, még csak a posztoló rendőr, aki ugye mért a kamerával, és a sajtósok álltak ott már az ORFK sajtósai, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy stábok szivárognak oda, ugye egyet már észre is vettetek, amiben földön sírtam a röhögéstől. Benne voltál. Ugyanis ugye az történik, hogy a hallgatóknak mondom, hogy késik a televíziós adás, mert az műholdas. Tehát én már eljöttem a kamera előtt, mikor azt hallom a telefonban, hogy két hülye, ezek voltatok, hogy Feri, Feri,
benne ott vagy a mokkában, menj vissza, menj vissza. És nem tudom, hogy mi van, már rég nem vagyok ott, na mindegy. És az a lényege a dolognak, hogy mi ugye elkezdtük néhány héttel ezelőtt ezt a Rakjunk ki Trafipaxot, akkor mi Morning Show hallgatók, és gyakorlatban televíziós tábok tucatjai hívták fel az ORFK-t, hogy akkor ők kijöhetnek-e is. A Teve utca Gömb utca sarkára, ahova mi kértük a hallgatókat, hogy írjanak e-mailt, és ahova kitettünk egyet, oda jöttek tévés tábok. Így van, mert ugye a mi placunkra, a mi helyünkre. Előkészítettük a terepet, hadd arassák a babérokat. Érted? Nem vagyunk mi ízé témaírják. Tévé 2 M1 mindenki ott. Igen, Tévé 2 M1 stáb, aztán még újságírók is jöttek, nagyon sok mindenki hát, oda. Srácok, csak így üzenem a Tévé 2-nek, ha akarjátok legközelebb, akkor majd a Tököli Róna sarokra egyet, hogy ne kell messzire menni. Gyerekeket, ilyenek a mi hallgatóink, hogy kérjük őket, írjanak e-mailt és rakassanak le egyet a Teve utca Gömb utca sarkára, megírják és ott van. Ott van a Trafi. És de kifejezetten jó fejű álltak hozzá. Egyébként igen. Nagyon aranyosak voltak mindenki. Ez, hogy nem fogadták el a kávémat, ez picit fájt, de azt mondták, hogy ha például 45 fokban egy rendőr posztol valahol, és egy mama, egy néni vagy egy bácsi az emeletről levisz neki egy pohár vizet, mert látja szom, és nem fogadhatja el. Mert nem igazán értettem, illetve hát nyilván, hogy én értem. Valami lehet belőle, hogy azt a kultúrát hogy megvesztegetik. Hogy víz, megvesztegeted, mit adtál, átadsz egy csomagsütit, milyen csomag, miért kaptad, lefotóztak előtte. Ez így szerintem ez egy ilyen kikerülése a továbbiaknak. Sőt, a megvesztegesztési kísérletért akár elő is állíthatják. Vagy őt, vagy a rendőr. És még egy nagyon jó sztori van. Van az ORFK-nak egy barátja, aki a Teve utcában állomásozik gyakorlatilag 0-24-ben. Mondom, hogy miért, csak az emberi elme milyen. A Teve utca mély garázsából hajtanak ki a rendőrautók. A csávó egy teleobjektívvel fényképezi mindet, hogy be van-e kötve az övük. Ha nincs, akkor bemegy és följelenti őket. Ne! Ne! De egy civil, tehát egy nem civil. Is egy újság, nem is egy hírportál. Tehát egy civil ember, aki ott áll. Ne! Ott áll nap, mint nap, egy telés izével bekészítve, és ahogy jön ki a rendőrautó, egy főállású önkéntes rendőr, aki a rendőrök ellen dolgozik. De én kicsit bírom. Ez jó. Egy szabadság harcos. Legyen bekötve rendőr is. Abban a pillanatban, ha nincs, akkor viszi be a fotót. Akkor már be is sétál a portára, vagy a recepcióra, hozza digitált. Mit csinál, vajon miből él, milyen foglalkozása? Nagyon jó. Ott valami nagyon mély sebb lehet. Igen, őt egyszer lekapcsolták, igen. Na jó, hát akkor sikeres volt. Úgyhogy így, sikeres de jó, volt, az jó akció. Volt, rendesek voltak. Jó van, mi pedig megyünk tovább, hármasugrás játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Hello, Anna, honnan hívtál minket, Anna? Bodrogkeresztúr, Borsodabolyzemtén megye. Bodrogkeresztúr, az jó. Mit csináltok ott? Borászkodunk. Ó, oh. Borászkodtok. Hát szép, hát arra jó borvidékek vannak, lehet is. Így van. Így van. Többen vagytok most ott? Így van, 7-en vagyunk összesen. Ó, 7 borász tényleg? Hát, vegyesen. Pince munkás borász, én laborás vagyok. Laborás. Ez nem azt jelenti, hogy a tabletta átváltozik. Nézed, ahogy föloldódik a tabletta, igen. 5 literben egy tabletta. A mit csinálsz akkor egész pontosan? Én ilyen analíziseket készítek, próféseket, ilyen érdekességeket csinálunk. Na, vagy úgy. Akkor ez nem egy kis pincészet? Nem. Azért. És aki állandóan bor körül foglalatoskodik, az issza is egyébként? Tehát, hogy nem, mi nem olyanok vagyunk. Mi teljesen józan csapat vagyunk. Ja, mondtam, nyilván nem arra gondoltam, hogy naponta berúgtok és alkoholistaként végzitek a munkát, csak hogy kell. Meg kell kóstolni, tény, kóstolni, van, hogy meg kell kóstolni, de egyébként azt ki is köpjük rögtön, szóval nem... alkoholizálunk. Most 3-4-5 elkezdtek fütyüreszni körülötted, és elnézegetni más igen. Jól van, Anna, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem tök könnyű. Könnyűek? Ah, lájtos. Na, megnézzük. Mehetünk, Anna? Persze, mehetünk, hogy ne. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik magyar popcsapat slágere a Nem a te hibád? Nem a te hibád? Ez a szükségem van. Azaz. Veled álmodom. Melyiket? Köszi. Ne, azért nem mondjál mindent magadra. Shy Guys. De jó. Most már nagyon Shy Guys trió. Nem a te hibád, hogy szükségem van rád? Ugye ez volt a dal. Igen. Így a Julia. És nem is léptek semmiére. Menjünk tovább. Igen. Itt van a második kérdés, gyönyörű szép Morning Show-s Klassz FM-es baseball sapkáját. Mi a család neve Júliának a Rómeó és Júlia című Shakespeare műben? Ugye voltak Kapulett. A... És voltak a... Meg is van! Vagy. Kapulett. Júlia Kapulett volt, így van. A két nagy rivalizáló család. Mi legyen a harmadik kérdésem?
Mehetünk tovább, egyértelmű. Egyértelmű. Morning Show óráért így szól a harmadik kérdés. Budapest melyik kerületében található a Mátyás templom? Hát az belváros, nem? Picit lejjebb tudod tekerni a rádiót? Első. Na, megvagytok. Így van, persze, fönt a várban, az első kerületben, így van. Nagyon jó, Anna, ügyesek voltatok. Köszönjük szépen. De nagyon csendesek a többiek, mit csinálnak? Nem izgulunk. Jó. Oké, okay, küldjük az ajándékcsomagot, ügyesek vagytok, megvan. Jó? Nagyon szépen köszönjük. Köszi, jó munkát nektek. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek, jövünk 9 óra után, egy érdekes témával foglalkozunk majd. Hatalmas lottó csalás történt Amerikában, gyerekek. Na, nemá. És hát tegyük a szívünkre a kezünket, ki benne fordult már meg az az ötlet, hogy mi történik idehaza? Ha Amerikában meg tudták csinálni, meg tudják-e csinálni itthon? 4 milliárd forintnak megfelelő összeget csaltak el egyébként az évszázad egyik legnagyobb lottó csalása. Akkor eljött az idő. Igen, mert most nálunk 3-9. Is annyi. Akkor nem, akkor jövő héten. Igen, ez most derült ki, ide januárban az egyik legnagyobb nyereményszervező cégnél, az amerikai nemzeti lottónál csaltak, méghozzá egy ott dolgozó benfentes intézte úgy, hogy nem az ő számait húzzák ki. Eleve nem gondolod, hogy ez elképzelhető lenne, azt hiszed, hogy ez egy sokkal ellenőrizettebb rendszer, nem juthatod a sebelső, se külsős, mégis megoldották, és kihúzták azokat a számokat, amiket emberünk akart, hogy kihúzzák. És utána a csávó hívta ezt a titkos vonalat, hogy jó napot kívánok, Jack vagyok, maguknál dolgozom, én nyertem. A kérdés nagyon jó. Ugye? Megtudjuk a hírek után. 9 óra múlt, 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, folytatjuk még hozzá az utolsó egy órával. Budakeszi és a budaörsi közt tiszta az út. Direkt lehet tolni mindenkinek. Ezt István küldte nekünk. Hát rengeteg trafi, mondhatnám, hogy hol, illetve mondok egy-kettőt, ma mindenhol, tényleg, vigyázzatok, mert rengeteg helyen mérnek, tessék betartani a sebességet, Nemesgulács területén, az M3-ason, a 113-as kilométernél, Székesfehérvárnál, a metró mellett, M3-as 215-ös kilométer, M7-es, M0-as összekötő végén Szeged felé, szintén trafi, Zalaegerszegen befelé, Bak felől 30-as tábla, ráadásul ott is mérnek a rendőréber őrei. Kőbányán a Liget téren bazi nagy dugesz van, mert felbontották a híd alatt a középső sávot az éles sarok felé, meneküljetek. Egy-két ronda szót még ki kellett hagyni. De láttad, hogy konvertáltam át? Tehát, hogy ilyen szinte meg se érzed, hogy az SMS 3-4-ed át van fogalmazva, mert pont Brown rá. Nem ebben a stílusban írta le az SMS-t. Pont ránéztem, mondom, hopp, itt baj lesz, ha elérünk oda, hogy? Hogy a levegőben így konvertálom át a szavakat, hogy így megy a szemem, tudod, mert azok a felbontották a híd középső sávját. Az ott dolgozók, ugye? Hát nem így írta Brown, de muszáj volt egy kicsit belenyúlni. Ezért ősz te ott. Ez igaz. Ebben igazad van. Hát most ebben tökéletesen igazad van. Mivel dicsekszem? Ez a dolgom? Ezért vagyok, jövök minden reggel, teszem csendben, dolgozom, alázatosan csinálom. Igazad van, evidenciákat minek lobogtassunk? M7-es 34-es kilométernél a pihenő tér magasságában Budapest felé. Szintén trafi, Gábor küldte nekünk. Körforgalom a nullásnál, a Szentendreinél halál. Ez a budakeszi körforgalomra vonatkozik. Peti küldte. És van egy trafi Veszprémben, a Szél utcánál. Sas Dani elküldte nekünk. Srácok, azt tudjátok, hogy elvileg ma érkezik az új Star Wars trailer, kérdezi valaki. Én ezt így nem tudtam. Tudtam, hogy lesz a héten valamikor, de nem tudtam a mai napról. Gondolom, Feri, te is jeges borzolgással. Tehát egyszerűen ez a hideg ráz, amikor ebbe belegondolsz. Ez egy új film? Milyen érdekes. Az. Nem, a filmet húzza. Trailer, tudod. Jaj, de hülye vagyok. Ezt a kupiákat, öcsém. Fölteszik, azt elhozza a Magyarországra. Tök jó lesz. Viszont gyerekek, hallgattam Ákos híreit újra, és én megvan, hogy mit szeretnék csinálni, ha esetleg nem lesz rádió. Híreket szerkeszteni? Látod, hogy mindig kint kávézik, semmi dolga nincs. Nem. Én szeretnék lenni a Kullant Szövetség alelnöke. Hallom, hogy a Kullant Szövetségnek már van elnöke. Én a Kullant Szövetség alelnöke szeretnék lenni. Nekem ez nagyon tetszik. A Kullant Szövetség alelnöke. Mit csinál a Kullant Szövetség alelnöke vajon? Hát megy, keresi a kullancsokat, leveszi, kiszedi, kicsavarja. Igen, mert furán hangzik olyan, mint a érdeképviselet lenne, mert igen. A kullancs ellenes, vagy a kullancsok által terjesztett betegségek ellen küzdő szervezet elnöke, hanem
A kullancs szövetség. Én akkor a kullancsokkal vagyok? Igen, vagy a kullancsok ellen vagyok, vagy képviselem a kullancsok szakszervezetét, és odafigyelek rájuk, igen, és velük vagyok. Ellenük, vagy velük? Hogyan velük, hát a kullancs szövetség, akkor az tényleg akkor az. Etetgeted a kis árva kullancsokat, hogy fölnőhessenek. Besózzák, lepisilik, össze-vissza csavargatják őket, kitépik őket. Nem, nincs elég bajuk. Tehát megyek és előadásokat tartok a kullancsok szépségéről, és picit védem ilyen a kullancsok szakszervezetét? Így van, igen? És a kullancsokhoz is kijársz, hogy ők viszont vigyázzanak az emberrel. Tehát lakógyűléseket tartok, és meghallgatom a kullancsok panaszát. Ez tetszik. Ez szerintem, ez jó. És összejöhetnél néha velem is majd. A galant férgek világszövetségének elnökét. Jó, te képviseled ezt, én képviselem azt. Ez nagyon tetszik. A kullant szövetség, hát gyerekek, mik vannak ebben az országban, az ember nem is tud, nem? Hmm. Csak figyelmesen hallod a híreket, és van valaki, akinek azon a névjegykártyáján, hogy a kullant szövetség elnöke. Hát ezt én imádom. Hát ez nagyon jó. Legyen kicsi, ronda, apró állat, amit mindenki utál, senki nem vágyik rá, senki nem szereti, és van a kullant szövetség elnöke, aki viszont elmondja, hogy hogy kell emberségesen bánni a kullanccsal, merre tekert, hogy szed ki, oltas, ne oltas, mit csinálj. És kell majd ilyen fű alatti akciókat is csinálnod, hogy például azokon a helyeken, ahol a kullancs elleni védőoltást beadják, te oda be kell osonj, érted? És oda kell vetned a testedet az aha oltóanyag és az oltandó tényleg ember közé, hogy szegény kullancsoknak legyen érted lételeme. És kicserélni az oltóanyagot infúzióra. Placebóra. Mindig bevetem magam. Nem, ugye gondolom, nyilván maga az egyesület az azt csinálja, hogy a társadalmat világosítják igen, fel, hogy oltassál, hogy oltassál, terjesztett betegséget, védekezés. Elkerüld a Lyme kort, meg ilyesmi. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy az ő aktivistáik éjszakánként kimennek, és kullancsokat eltakarva az arcokat, olyan falragaszokat ragasztanak ki, hogy a kullancs is ember. Több szabadságot a kullancs. Én kicsit így gondoltam, hogy én, mint a kullancs szövetsége alelnöke, én megyek és kampányolok kicsit, a védem a kullancsokat, hogy oké, vigyázz, ha a testedbe kerül, meg oltass, de egyébként ne bántsd őket. Ez tetszik. És kezdve, hogy elmentél volna egy gyűlésükre, tényleg így kampányon a hátsó sorba, és még nem értenéd, hogy ők valójában ellenük dolgoznak, és pedig kiabálnál a hátsó sorba. Így van! Igaz! Miért bántják őket? Miért? Mit csinálj vagyunk? Ki ez a hülye, aki? Miért nem vitetik már ellen ezt a barát? Igen. Semmi, az alelnök úr kicsit félreértette a működésünket. Igaz, hogy mi ellenük vagyunk, ő mellette van. De most azért az megvan, hogy ott vagyok én is tárgyalok 10 kullancsal? És ott ülnek, felszólalnak a kullancsok, elmondják, jönnek, hogy mennek, mennyire félreértelmezett az ő létük, én meghallgatom őket, iszom egy sört velük az előadás végén. De hogy egy sört, nem minden egyes alkalommal, minden előadás végén feláldoznál valakit. Tudod, lennének olyan aktivisták, akik így behoznak így, és föltesznek egy ilyen oltárra, lekötözve, és akkor a kullancsok rájuk mászhatnak, és szívhatják a gyertek, vérjük. Kedves kullancs barátaim, megszereztük az elnököt! Én, mint alelnök, belülről elárulom a szövetséget, igen. Nem, csak ezt így hallottam, hogy megütöttem a fülemet. Nagyon jó, kullancs szövetség elnöke. Ez zseniális. Na, lottó csalás, gyerekek, hát beszéljünk erről. Szerintem nincs ember a földön, aki játszol, nem játszol, tök mindegy, ne gondolkozott volna már azon, hogy ha lehet csalni. Hogy lehet, csalnak-e, nem csalnak. Ahol számítógép van, ahol emberi tényező van, ott előbb-utóbb valakinek önmaga felé hajlik a keze. Ugye? Hát főleg a brutális nyereményről hallasz, azt hallod, hogy mekkora pénzről van szó. Amerikában megtörtént minden idők eddig legnagyobb lottó csalása. És tényleg azt gondoltuk, hogy ez már sehol nem történt meg. Nem? De hogy csinálták? A pacák nagyon jó volt, ő egy biztonsági főnök volt, aki felismerte azt a részt, hogy hol lehet csalni. És egyébként gyerekek, nagyon primitív a dolog, ahogy csinálta. Gépi sorsolás van. Az Egyesült Államokban közel 4 milliárd forintnak megfelelő nyeremény lehetőség állt fent egyébként, januárban történt. És több amerikai államban játszhatják ezt a lottót, hogy ez most pontosan hány számból hányat nem tudom, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy van egy Eddie Raymond nevezető emberünk, aki biztonsági főnök volt egy cégnél, és ő a biztosra fogadott. Ugyanis egy számítógéppel sorsolnak, de egy olyan számítógéppel, amin értelmezhetően, vagy értelemszerűen nincs net kapcsolat, pontosan azért, hogy ne tudd ezt feltörni. Ezt eddig jól csinálják az amerikai. Ez jó. Tehát kívülről nem tudsz bemenni. Emberünk azt csinálta, ő egyébként 51 éves, hogy megváltoztatta a biztonsági kamerák beállításait, hogy minden egyes percben csak egy másodpercnyi felvételt rögzítsenek. Ezt ugye senki nem vett észre, mert csak mentek a kamerák, rögzítettek, de nem tudták, hogy nem egy percet rögzít, csak egy másodpercet. 59 másodperce volt, hogy bedugjon egy pendrive-ot a gépbe. Többen egyébként, hogy valaki odafér ahhoz a gépbe, ez a milliárdok sorsa dől el. Bedugta a pendrive-ot a gépbe, és egy vírust juttatott el a gépbe, átvette az irányítást a gép fölött. Ez a rootkit, hát most én ehhez nem értek, nem tudom, hogy ez milyen vírus. Átvette az irányítást, és a szoftvernél beleavatkozott a számkiválasztásba. Aha. Beleavatkozott a számkiválasztásba, és előre meghatározta a nyerőszámokat. Zseni. Az igen. Kihúzta a pendrive-ot.
eltűnt. Majd besétált egy lottozóba, és a hülye egyébként megtette a számokat, nem, hogy megbízott volna valakit, nem megbízol valakit, az anyádat, a barátodat, az agyalós, a melós részét azt letolja, igen, precízen pontosan, aztán a végét cseszi el. Kitöltött egy nyertes számokat tartalmazó szelvényt. Azt kihúzatta a géppen, majd másnap bejött, hogy srácok, én vagyok az. De ugye ő elvileg nem is játszhat, mert hogy mindenki, aki ott dolgozik, ott van, összeférhetetlen, te nem vehetsz részt szerencsejátékba. De döbbenetesen amatőr, miközben barom jól kitalálta az egészet, és megnyerte. Tehát kijött az öt szám, amit ő beixelt, de nem volt bátorsága felvenni a nyereményt, azóta nem vették föl a 3,9 milliárd forintnak megfelelő összeget, de valahogy mégis aztán kiderült, tehát a Pali hülye volt, föl se vette, nem is vetette föl senkivel, ült két hónapot betolva, hogy ő nem mer elvenni, és most a napokban lekapcsolták. Igaz, idióta. Ám mondjuk azt azért nehéz elképzelő, hogy mondjuk a sorsolás napján bent ült volna bent a munkahelyén, a Lucky Games ZRT-nél, és akkor így, hello, 30, hello, hello, gyerte! Ez így nehéz, igen. Nem is játszhatnál. De nem megbízol valakit? Hát, nem odaadod valakinek, hogy tedd meg ezt az öt számot, felezünk, de egy bizalmasod azért csak van. Uh-huh. Megtörtént a számkiúzás, az az öt szám jött ki, nem merte fölvenni, tehát azért ott gondolod, ez mekkora dilemma, fölved, neved, nem tudom, hogy ott más fölvehetél, nem tudom, ez hogy működik, nyilván talán meghatalmazással, de nem biztos. Lehet, hogy neked a nyerte szelvény birtokos. Ha te nyersz, és elhagyod a szelvényt, és a Jani megtalálja, akkor bemehet. Persze. Abszolút, csak hát nyilván az én adataimat fogják majd akkor felvenni és rögzíteni. Másképp, hogy neked a büdös életben nem lesz nyerte szelvényed. Tehát ki a fene akarja megtalálni nyerte szelvényedet, nem? Eddig mi volt? Kettes? Egy kettes volt a legjobb. Úgy, hogy minden héten tolod egyébként, igen. Így van. 5 év börtönbüntetés, ami egyébként szerintem kevés. Nem, igen, mert hogy azért a nemzetközi lottóhálózatot, vagy a nemzeti térben meg kell kellett. Hát mondod, hogy tönkre teszed a szerencsejáték hitelét egy egész országba, hogy én oda megyek egy primitív pendrive-val, azt hittem, hogy Shift 2, Shift 4 run, mint érted, hogy régen beírtam a Commodore 64-be az Aztékot, ráteszek egy vírust. Hát de várjál, és a másik, hogy a akkor cég szempontjából ez lehet, hogy kevés, de egyébként a pénz megmaradt, a pénz nem veszett el, a nyeremény halmozódott a következő. Nem ez a lényeg. Itt a hitelrontás csak. Értem. Na én. De a hitelrontás az arról szó, tehát kvázi, ha én mondjuk belsős vagyok, és én nem csalni akarok, akkor én minden héten be tudok írni 5 számot. Tehát a kérdés az onnan jön, hogy akkor... Hogyha ezt egyszer megcsinálta valaki, akkor lehet, hogy mindenki más. Hát kidobja a számítógép az összes megtett számot, és nekem kidob egy olyan kombinációt, amit nem tett meg senki. Ugye? Szombaton sorsolás előtt 10 perce, azt mondja a gép nekem, hogy nem tette meg senki a 29 halálát. Én, mint egyébként nem csalni akarok, hanem mint ott dolgozó egyébként, szoftveres. Beütöm az 5 számot, majd kisorsolom egy fél óra múlva, és azt mondom, hogy nem volt. Nem volt, senki halmozódik meg. Tehát ez így működik, hogy valaki átveszi az irányítást a gép felett, és egy primitív szoftverrel egyébként beír 5 számot. Hát mi van, ha előtte is beírta? Ezért csak legálisan az ott dolgozók közül valaki. Tehát ebben ez a fontos kérdés szerintem. Visszamenőleg terelhet az egész ország, aki valaha lottózott, érted? Mert azt mondja, hogy uram, lehet, hogy ez jött volna ki, de maguk manipulálták. Tehát ha a gép programozható, akkor innentől kezdve bármikor be tudott programozni. Az amerikaiak csak kussoljanak, mert ők egyébként olyan dolgokban is részesülnek, amilyenekben mi nem, például a lottozás kapcsán, mert ugye köztudomású, hogy náluk a nyeretlen lottószelvényekre költött pénzt, ezt le lehet írni az esetleges nyereményből származó adóból. Tehát ha a 10 évig játszol, soha nem nyert semmit, te összegyűjtöd ezeket a szelvényeket, nyersz valamit, nyersz, és utána adóznod kell, és a nyereségadóból le lehet írni. Igen. Tehát, hogy azért ott azért vannak ilyen komoly dolgok. Ezért jó az, hogyha kézzel sorsolnak. Mert nálunk például ez elképzelhetetlen egy kézi sorsolásnál. Miért nem? Hogy megtudjad, hogy tudnánk már megbeszélni a hostess lányjal. Melegíted, érted? A golyóidat. Na igen, ez érdekes dolog, szerintem mindenki gondolt már erre, nem? De ahhoz be kéne avatni. Nálunk... Legalább, hogy hívják ott a hostess lányt, és a hostess lányt nem lehet beavatni. Jó napot kívánok, köszönöm. Nem a hostess lány, ő csak kever. De azért, mert hostess lány azért még nem hülye, igen. Tehát azért nem bolond, csak hostess lány. Igen. Hogy van nálunk, gépi és kézi is van, ez váltakozik? Ugye? Igen, van az előző levő, az előző kenó, vagy valamit sorsolnak előtte, nem tudom pontosan, ha páros az utolsó szám, akkor lesz kézi, ha páratlan annak a száma, akkor lesz gépi. Lehet, hogy nem pont így, majd mindjárt hallgató megírja, de az a lényeg, hogy ez váltakozik. Hogy ez váltakozik. Hogy kézi vagy gépi. Oké, a kézi nem. Oké, a kézi nem. Miért nem? Mert azt szerintem nem. Kicsit nehezebb a golyfszi. De láttál már kihúzó játékost, aki emelgeti a golyókat, és azt mondja, melyik az nagyon izzad, és nem tudja, melyiket húzni. Olaszországban volt, hogy melegített, 5 golyót átmelegítettek, és azt kereste meg a Chávez. De azt hiszem, az valamilyen FIFA sorsolás FIFA volt, vagy valamilyen Európa VB, és kiderült, hogy mit tudom én, a csapat sorsolásoknál 2 golyót behűtöttek.
aha. és a FIFA elnöke, vagy valamelyik futballista, nem tudom, valamelyik gigasztár húzott, és a tudta, hogy neki a hideg golyót kell kihúzni, mert ugye abban volt az a csapat, vagy az az ország, akit ők kisorsoltak VB-re, EB-re, hogy elnyerje a rendezési jogot. De 90 golyónál, ha tekered, ott igen. effektíve lehetetlen. Füstölt még a száraz égtől, tudod. Van egy kis gól, nem tudjuk leolvasni a számot. Nem tudom megfogni se. Gyerekek, nincs ember, aki nem gyártott összeesküvés elméletet. Hát a pénzedről szól, nyerni szeretnél, nyilván azt gondolod, hogy valami trükk biztos, Sárcok, hogy van benne. Ha csak egy dologba gondoltok bele. Na. Most meg fogtuk döbbenni. Hogy ékezet nélküli billentyűzeten beírva az, hogy kenó pénz, az akár kenőpénz. Ez egyébként itt tényleg nagyon durva. Tényleg, apám, hogy igen. elkaptad igen. őket. Most megvagytok. Szombaton én nézem akkor majd a dolgot, és azt kéne várnom, hogy felüvölt, hogy de forró. Aha. De innen tudom, hogy csalnak, hogy felüvölt Marika, kis Kuma és Sáról, hogy föl... De még a tepsi sütivel nem égetem így meg magam otthon. Következő nyerőszámon. Hát kurva! Tehát, hogy ez írja ebben a formában, ez nagyon nehéz. Mondjad, Anna, hello. Nekem is van összeesküvés elmélet. Egy hallgatónak van. Elgondolkodtató. Ugye gép sorsolja, tehát már... Gépi vagy kézi? Gépi vagy kézi? Pont a múlt héten kézit láttam egyébként. Na most a gépinél például azt mondja, mi van akkor, hogyha a golyókba valami kis chip van betéve. Ugye megvan ez a kombináció, ez az 5 szám. Elvileg ugye megvan a 90 szám, akkor ellenőrzi a közjegyző. Tudja, hogy mi az az 5 szám, amit nem tett meg senki. Ez lehet. Ő majd megjátsza valaki. Ez a hallgató. Például megjátsza. A közjegyző ellenőrzi a 90 számot. Benne van ezekben a gömbökben egy chip. Vagy egy mágnes? Hát csípő azt mondja, mert megcsinálható, és azt mondja, hogy akkor beütöm a számítógépe, mint 23, mert az lesz az első nyerőszám, és az összes gömb átvált 23-ra. Tehát bármit dob ki a gép 23. Opa, majd mi az, hogy az összes gömb átvált? Hát a gömb a gömbön ott van a szám kívülről. Mi az, hogy átvált 23-ra? Hát nem kívülről, mert ez egy gömb, nem? Ami kívül. Nem, most kevered a szezont. Akkor a kézi félbe tekeri Aranka, megsolja, 26-os. Abban nem lehet csíp? Abban nem lehet. Hogy egy kijelző tudod, van benne, vagy mi? Azt úgy képzeli el, mint a mávnál, tudod, vonatok, a gépinél a golyón kívül van a szám. Én nem tudom, milyen gépi van. Mennek a golyók, az a levegős. Egy kiemelkedik. Egyet beszív, és kiemelkedik. Oda szippadja, és akkor így feltolja. Na akkor nézzük meg a mágnes teóriát. A mágnes teóriát, a vaskéz. Tehát öt golyóba... A vaskezű ember bemelj, mágnes van benne. Abba az öt golyóba én teszek egy mágnest. Az. És megy a gép, kever, nagyon fújják, nagyon nagy vakítás, de csak az szívja oda, és amiben oda szív kettőt, kettőt oda szív. És mondjam, hogy a kettőt oda szív, 26-os, 48-as, 20-as, kever, zenét, vastag Csabi, színpadom, vastag Csabi, három, mondj valamit. És egyszerre hármat húz ki, igen. Az úgy nehéz. Úgy nehéz. Pedig akkor lehetne egy vaskörön hostess. Nekem fix elméletem, hogy azért nem csalnak. Igen. Mert könnyebb kifizetni így egyszer. Van. Mert úgyis lopnak eleget. Nem. Könnyebb kifizetni. Most gondolod-e? Tehát ez olyan, mint a, én ezt mindig elmondom, olyan, mint a nagy valóság sok, vagy a tehetségkutató. Tehát tök mindegy, hogy ki nyer, mert a hitelesség hosszú távon sokkal többet hoz, mint hogy azt az egyet valaki megnyeri. Hát nem? Gondold el, a nyeremény nincs pariba a befizetett szelvényárakkal. Soha senki nem játszana többet, ha kiderülne. Így van. Én egyetértek veled. Szerintem egyszerűbb kifizetni, ők még annak is örülnek, ha egy nyertes nyilatkozik, hogy én vagyok, mint kiderül egyszer, hogy csalnak, és a büdös életben nem játszik soha senki többet. Nem éri meg. Hát de ha most nem itt is van egy ilyen biztonsági főnök, aki most a mostani 4 milliárdot el akarja vinni, érted, akkor már. Mert mit csinálsz a kamerában? Az iskolájára elfordítani. Állít való egy létre, Lajos bácsi, és 12-es kulcsal állítja a biztonsági kamerát, és viszi a kis pendrive-on a vírust. Nem tudom. Na, hívjuk fel akkor mindjárt azt, aki tud nekünk válaszolni, és nyilván ők is naponta szembesülnek összeesküvés elméletekkel, megkérdezzük a szerencsejátékertét, hogy mondják el nekünk, mi volt a legdurvább összeesküvés. Tessék? ZRT, igen, pláne. Hát az zárt az körül, ha zárt körül, akkor meg aztán nagyon egy picit olyan lesz, érted, mint hogyha egy rokonnal beszélgetnék. Függőként. Igen, hát te évek óta kapcsolatban vagyunk egymással. Megkérdezzük a szerencsejáték ZRT-t, hogy egyrészt mit mondanak az amerikai csalásra, kettő, nyilván ők milyen összeesküvés elméletekkel szembesülnek. Itt van velünk János Andrea. Hello, Andi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hogy lehet valakinek ennyire cuki neve? János Andrea, nagyon cuki. Hallottad, hogy miről beszéltünk, az amerikai csalásról?
Hát most nem hallgattam az adást, de már tegnap óta sokan beszélnek erről mindenféle csatornán, igen. Igen. Na, hát nyilván ezet is szembesültök, és mindig vannak összeesküvés elméletek, mindig voltak, forró golyó, hideg golyó. Mi volt a legdurább, ha volt? Vagy egyáltalán mit mondanak, hogy milyen elméletekkel kell nektek leszámolni, hogy higgyétek el, nem éri meg? Hát ezek a városi legendák tartják magukat, igen, hogy fűtjük a golyókat, illetve van egy olyan is, hogy rávilágítjuk a számokat a golyókra, ilyenek. Tényleg ezt nem hallottam, hogy kívülről meglövitek egy fényt. Igen. És szóltok Lajos bácsiak, hogy ne nagyon mozgassa azt a gömböt, mert akkor... Elmozdul a szám rajta, igen. Tehát mindenféle elméletek léteznek. Úgyhogy ezeket mi rendre meg is szoktuk cáfolni, például ugye a golyók fűtésénél ez azért lehetetlen, mert ezek a számgolyók már 20-30 perccel a sorsolás megkezdése előtt behelyezzük a gömbbe, úgyhogy ha ezek bármilyen eljárás alá esnének korábban, akkor ugye ott lehűl, vagy szobahőmérsékletre melegszik, tehát ez teljesen kizárt. Ez a rávilágítás, ez meg... Jó, az vicces, azt engedjük is elég. Mi van a számítógéppel? Szerintem az a nagyobb kérdés, a kézi húzás az szinte megbuherálhatatlan. A számítógépes dolog, ott szoftver van, ott IT is van, az belenyúlható, a gép előre tudhat 5 számot, amit ugye nem tettek meg, hiszen azt egy komputer már összesíti, és azonnal megmondja az 5 szám kihúzása után, hogy volt-e 5-ös, vagy nem volt 5-ös. Arról milyen összeesküvés elméletek születtek? Hát arra igazából nincs elmélet. Ugye azt szokták mondani az emberek, hogy ha van egy számítógépes program, azt valaki, hát hogyha annyira ügyes, akkor azt meg tudja buherálni, vagy szóval, hogyha ha, nem tudom, így hozzáfér, akkor esetleg át tudja írni ezt a programot. Hát velünk ugye az a helyzet, hogy nagyon sokféle információbiztonsági vizsgálat alatt állunk, nem csak hazai, hanem nemzetközi sztenderdeknek is meg kell felelnünk, amiket mi maradéktalanul betartunk, és ezeknek a szabályoknak megfelelően járunk. Benneteket ellenőriznek kívülről is? Abszolút, aha, igen. Igen. Igen, nekünk van egy ISO 27001-es tanúsítványunk, illetve tagjai vagyunk a World Lottery Association-nek, ami a világ lottó társaságait vizsgálja. Tehát ezeknek a szabványoknak mi minden évben meg kell, hogy feleljünk, minden évben érkeznek hozzánk külföldi auditorok is, akik vizsgálják a rendszerünket. Ez az amerikai cég is tagja volt, nem tudjuk? Hát nem tudom, de én valószínűsítem, hogy nem egyébként, hogyha ilyen megtörténhet náluk, akkor azt gondolom, hogy nem. De látod, itt is azért emberi hiba volt, vagy kellett hozzá egy ember, aki meg akarja hekkelni a dolgot. Ha nálatok lenne valaki, akkor nincs is esélye arra, hogy ezt megcsinálja. De így nagyon őszíték legyünk egymáshoz, az a 2 millió ember, aki velünk van, erre kíváncsi. Tehát ha most egy belső ember nálatok meg akarná ezt csinálni, akkor meg tudja-e, vagy mindenki olyan ember, hogy ez nem most történik. Most fetszüljenek bele energiát, vagy nem. Menjek-e, dumáljak-e emberekkel, vigyek-e. Alkalmas rá a szoftver, vagy nem. Igen, tehát végülis egy szoftver irányítja magát a gépet. Vagy a programot? Nincs erre lehetőség. Ezek a szabványok nagyon szigorúan előírják, hogy ki férhet hozzá a szerverekhez, milyen módon, milyen biztonsági eljárás. Na de akkor ott van egy ember, aki hozzáfér? Hát vannak természetesen kollégák, akik hozzáférnek ehhez, hiszen a szerverek akár el is romolhatnak, tehát ezeket időről időre karban kell tartani. Természetesen vannak kollégák, akik hozzáférnek. Ne legyen rajta USB csatlakozó, akkor nem tudnak rátolni egyetlen pendrive-on sem. Vagy hétfőn ne jöjjenek Maseratival, mert az nagyon feltűnő. Az egy kicsit. Igen. De hát egyébként ellenőriz minket a szerencsejáték felügyelet is, a sorsolási eszközöket ellenőrzi a mérésügyi hivatal, úgyhogy számtalan olyan tervezet van. És ott vannak a retteget közjegyzők is. Irénke Salgótarjából. És Marika Dunavarsányból. Hát egyébként ők is, de a legeslegkitelesebbek ugye azok a játékosok és nézők, akik rendszeresen jönnek hozzánk, és ott ülnek, és nézik a sorsolásokat. Egyébként biztatnék is mindenkit, van egy budapesti városi számunk, amin
jelentkezni. Jó, hát ott látva néhány nézőt, azért ők inkább azért mentek, mert meleg van a stúdióban. Nem nagyon tudják mindig, hogy azért, hol vannak. Azért most, én egy picit hagyd beszéljek azért a szerencsés játék ZRT-nek az irányából. Néhány feldűlődött nyugdíjas, már szerintem nincs veszélyesebb. Tehát, hogy érted, én azért láttam már egy-két dolgot a Kossuth téri piacon. Vagy például ugye olyan rendszerünk is van, hogy az ötös lottónál ugye a legnépszerűbb játékunk előtt van a Luxor, és teljesen kiszámíthatatlan, hogy az ötös lottó gépi vagy kézi sorsolás lesz, mert ugye ez úgy működik, hogy amikor a Luxor játékot befejezik, és az utolsó számot kihúzzák, hogyha az páratlan, akkor gépi, ha az utolsó szám páros, akkor kézi sorsolás lesz. Tehát még ott is van egy ilyen kis játék a dologban, hogy nem lehet tudni már ott adásban sem, hogy melyik eszközzel fogunk sorsolni. Ha izgalmas ez, persze, nekem nyilván érdekli az embereket, abszolút. Nekem van egy megoldásom, hogy a kézit hogy lehet egyébként meghekkelni. De nem árulj el, mert hogy most akarom megcsinálni hétvégén. De most hétvégén megcsinálom, mert beküldtem az anyósomat, ott ül már. Marika vagyok, ez most már elég nagy is a nyeremény hozzá, úgyhogy... De bizony. Anyósom nagyon ért a golyókhoz. Nagyon ért főleg a golyókhoz. De a forró golyót annyira jól kezeli. Mit csinálok anyósommal? Mit csinálok anyukával? Beküldöm saját golyóval. Mama a legnagyobb golyókezelő. Beküldöm saját golyóval, és a húzás pillanatában mama golyót cserél. Már megvan az egyes, nem? Hogy ki a másik négy, arra még nincs elméletem, de egy szám az már nem rossz. Egy 12-es. Akkor már csak, neked már csak négyes lottó valójában. Akkor egy olyat, ahol egy találattal is lehet nyerni, igen. De hát egyébként igen. Ott vannak a műsor készítői is, az operatőrök, a világosítók, egy sok fős stáb is, akik ugye mind végignézik, rögzítik ezeket az adásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem lehetséges, tehát semmiféle csalásra nincs lehetőség. Igen. Andi, köszi, hogy elmondtad, jobb munkát nektek. Ciao. Köszönöm, viszont hallás, sziasztok. Hello. Köszi. Hello, hello. Találkozunk a jövő héten bent, amikor felhasználom a nyereményem. A kettesen nem kell bemenni, tudod. Hát, sajnos nem. Figyeljetek, én egyébként a sorsjegyekkel vagyok, szemben vagyok egy kicsit szkeptikus, mert ott aztán tényleg végképp nem derül ki, hogy most tényleg van-e azon 25 millió nyeremény, vagy hát, nincs, hát, még senki nem találkoztam. Meg nem is, azt nem szokták kiírni, hogy XY innen és onnan nyerte meg a nem tudom melyik fajta sorsjegynek a 25 millió forintos fődíját. Akármelyik ilyen kaparó sorsjegye. Bizalmi kérdés ez. Hát de látod, mégis nyomod, tehát, hogy... Ja, hát ezekkel nem állít meg. Engem akkor minek érdekel? Engem csak zenés, meg táncos produkciók zavarnak a sorban. Nem feltételezzük, hogy a sorsjegyek nyomtatásánál a nyomdában is áll egy közjegyző, és fényképez a szemével. És így csinálja a fényképeket. Kinyomnak 1000 szelvényt a futószalagon, és Marika ott áll, és gyorsan visszaellenőrzi. Hát akkor azért ott is áll egy közjegyző, nem? Salgó Tarjáni nyomdában. Igen, és megnézi, összeadja egy kis kézi számológépe, 200 forint, meg 500, és 25 millió. Egyébként kíváncsi lennék rá egyszer, hogy ezt hogy csinálják. Tehát, hogy a nyertes az hogy keveredik bele, vagy mikor. Érted? Mert hogy azért ez egy nyomdagép, gondolom, ami ezt így csinálja szépen. Így csinálja? Az a durva, hogy én láttam ilyet és hallottam, az a durva, hogy pont így. De levegőt is vesz közben? Igen, nekem az az, hogy csiki-csiki is van, de vuka-vuka tényleg. Basszus. A csiki-csiki a nyerő. A csiki-csiki a nyerő. Vuka-vuka-vuka csiki. Vuka-vuka-vuka-vuka csiki-csiki. Vuka-vuka-vuka. És Marika a szemével csak a csiki-csit fotózza. Igen, persze. A vuka-vukát minek. Na jól van. 3-10 lesz pontosan, 5 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-10 lesz, pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, vagy már múlt is 1 perccel, gyerekek. Véres szájjal beszéltük még meg az összes összeesküvés elméletet, és már kiderült, hogy fejben mindenki elköltötte 6-szor. Mindenki tudna egy csalási technikát, és már mindenki fejben 4-szer feltört a szoftvert. És ott vagyunk most, hogy senki ne adja fel a lottót, mert a Janinál van az ötös. Tök fölösleges gyerekek, megvan az értelmetlen ötös. Srácok. Te az a típus vagy. Igen, te az a típus vagy, igen. Na, mielőtt mutatnánk a nap legjobb pillanatait, van egy kicsit úgymond hazabeszélünk, mert hogy egy díj átadó gála készülődik, és az ugyan egy szakmai díj, de jó azt látni, és ezért szeretnék róla csak egyetlen egy mondatot beszélni, ami nyilván nem egy lesz, hanem három, hogy létrejött egy olyan hiánypotló céllal egy díj, ami tulajdonképpen egy független díj létrehozása volt a szempont, szakmai díjak alapján, vagy szakmai szempontok alapján díjaznak televíziós produkciókat. És ez mindenképpen egy jó dolog, ráadásul olyan médiumok vannak benne, mint az Index, a comment.com, na, ugye Hír 24, Epizód magazin, Origó, Sorozat, Vigi, Színes RTV, stb., hogy ilyet azért ritkán látunk.
És ez egy jó dolog. És ezt akarom elmondani, hogy végre nem az van, hogy mindenki fikáz mindenkit, nem? Meg hogy belterjes. Meg ugye. Belterjes a dolog, hanem független szakmai szempontok alapján április végén átadnak egy televíziós újságírói díjat. Több kategória van egyébként, és különböző önálló médiumok fognak össze. Ez jó. És függetlenül. Ők maguk? Ők maguk szavaznak. Aha, egyébként jó. Sorozatra, stand-up comedy-re, talkshow-ra, műsorvezetőre, színésznőre, színészre, és ezen díjazottaknak adják majd át ezt a díjat. De hogy ilyen díj nincs, és ez nekem nagyon tetszik, hogy végre nem az, hogy valaki megcsinálja, a többi utálja, majd ír róla egy cikket, és lefikázza, nem? Igen, lásd, tessék, lásd, mit tudom én, sztori díját adó gála, és a Velvet Teli szája kommentelve röhög az egészen, és a vérbe alázza az egész gálát, hanem van egy ilyen újságírói díj, és ezt több hazai magyar médium azt mondja, hogy rendben, gyerekekben mi is benne vagyunk, szavazzunk, és függetlenül attól, hogy ki hova ír, mit ír, melyik oldalon ír, ez egy közös dolog. Meg azért is jó. Ez jó. Ez nekem nagyon szimpatikus. Azért is jó szerintem egy ilyen, mert most például akár az érintettek, akik mondjuk hiányolják a saját maguk értékelését, vagy a pozitív kritikákat irányukba ezekről az orgánumokról, vagy ezekről a felületekről, azok most megláthatják, hogy meg vagy megtudhatják, hogy számukra, ezek számára, a kritikusok számára, kik jelentik az értéket. Aha, hogy ki a jó. Igen, szerintünk ki az oké, ki a jó, ki a menő, ki a cool. Igen. És a gyerekek, a sajtó 10 órakor kapja meg a jelölteket, de megkaptuk, nem maragszatok, hogy itt van. Jelöltek. Igen. Például a vetélkedő, Magyarország szeretlek, maradj talpont, konyha főnök. Ezek a vetélkedők. Magyar sorozat, a terápia, láttátok, baromi jó. Gyerekek az egyik legjobb magyar sorozat, az HBO nyomta. Ja, hát olyan nálam nincs. Nincs egy dekóder, öröcsém, 2000-ért nem fizetsz, hogy adjak dekóder. Kossuth Kifli, a Kossuth Kifli nincs. A Fapad van, még a terápia, stand-up comedy vagy talk show, ilyen kategóriák is vannak. Itt a Soder Club, a Ridicule és a Comedy Centrálnak van egy műsorra, és ők a jelöltek. Liptai Klaudia, Ördög Nóra, Lilu. Például ilyen kategóriák vannak. Színésznő, Csákányi Eszter, terápia, Gubikábi, Molnár Piroska, munkaügyek. Tehát a gyerekek, az egész egyébként ez színvonalas, igen. Színészek, Anger Zsolt, Mácsai Pál, Máté Gábor, hát azért ezek nagy elég nevek, komoly színészek. Van. Úgyhogy nagyon-nagyon klassz. Nagyon klassz a dolog. A férfi műsorvezető, a Tilla és a Gundi. Tehát, hogy nagyon korrekt. És akkor ezt most mi megtudtuk, de mindenki más csak 10-kor? Most már nem. Igen, ezt akartam mondani, hogy akkor viszont kiszaladt. Maragszol, hogy ez kicsúszott. Igen, nem, tényleg, csak hogy beszéljünk azért sokszor olyan dolgokról, ami pozitív, szerintem ebben az országban, és ezekről kell. Csak egy mondatot, tényleg ennyit akartam. Hogy ez jó, hogy emberek, ez újságírók, médiumok összefognak. Mikor lesz eredmény, azt tudod? Egyszer csak jó. Nem, ez lesz, és mondom neked, ez áprilisban van a díjátadó gála, április 27-én. 14 órakor egyébként. Nagyon jó. Szakmai ugyan hallgatóink nagy részére ez abból a szempontból nem vonatkozik, hogy ők inkább élvezői ennek, de a végeredményvel érdemes oda. De maga az, hogy ez a dolog van, ez egy jó és pozitív. Sokszor dolog van nem. Egyébként, hát most valljuk őszintén, vannak olyan, mit tudom én, olyan filmfesztiválok, amiken filmek felkerülnek a jelöltek közé, adott esetben díjat is nyernek, miközben már mondjuk a mozikban már lefutottak, és nem jutottak el a nézőköz. Ha megnézed viszont a díjazottakat, látod, hogy ez a film kapott egy díjat, akkor te fogod, ezt elmész és megnézed, vagy kiveszed a videótékából. Meg ebben az országban azért ez kevésbé jellemző mostanában. Tehát se a morál, se a közhangulat azért nem ilyen. Nem? Tehát ez a húzzunk szét, fikázzuk, anyázzunk, tegyünk alá, gyűlöljük, legyünk irigyek. És ez bármilyen szakma képviselői fognak így össze, és azt mondják, egy közös dolog azért, hogy ez az ország kicsit jobb legyen, az egy jó az dolog. Jó. Ez egy jó dolog. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. Kora reggel indítottuk egy meglehetősen nagy káosszal a reggeltől. Feri nem volt, ugye kim volt a Speed Maratonon, bejelentkezett a rendőrség, kigyulladt egy kerület, jelentkezett a katasztrófavédelem, itt volt kis Csaba alezredes, tehát iszonyatosan minden volt. Berúgtuk a reggelt, és nagy káosz közepette próbáltuk megnézni, hogy mi történt éjszaka a városban, és mi történik reggel az országban. De a végre hogy letisztítottuk ezt az egészet? Nem, az ősrobbanásból létrehoztunk egy önálló értelmezhető univerzumot. Így van. Na, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 10 óra van pontosan. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hát pont lemaradtam a Feriről a tévében. Hallott? Hát ott pedig történelmi pillanat volt. Akkor a comeback volt. Lilő bejelentkezés a Morning Show-ba, Feri piros jackibe, a mokkába, a többi tévéstáb azért van ott, mert mi letettettünk egy trafit a Gömb utcára, gyerekek, ez egy
kozmikus összekapcsolódás volt. Egy intergalaktikus tériszó. Egy hihetetlen trip volt, ahogy ott Feri megjelent piros kabárba, olyan volt, mint hogy egy ilyen génmódosított mutáns katicabogár hirtelen lerepült volna. Ja, én is szeretlek. Génmódosított katicabogár. Igen. Divatos kabát. Sűrű volt a reggel, mi újság, Csabi? Figyeltem egyébként, mert ugye a hírek is erről szóltak, hogy ma aztán mindenhol trafi van, és hát nem mondom, hogy én gyorsan szoktam haladni, de hát azért ha van olyan szakasz, ahol eltévesztem mondjuk az 50-es táblára gondolok, de csak 30-as van. És figyeltem, hogy jöttem be, de azon az útvonalon, tehát ugye a Rákos keresztúr, a Kőbánya és az Üllői út, itt nem találkoztam vele, vagy nem szúrtam ki. Mármint, hogy a trafit. Majd megtudod, ha megkapod. Ezt kiszúrtad volna egyébként, hogy megnézed a fotókon, vagy hogyha már láttad, akkor óriási. Te is észleleted, hogy óriási. Úgy néz ki, mint a régi tévéhíradó főcím elején az a kamera. Itt a rádió előtt szoktam látni egyébként délután, amikor indulok haza, akkor itt általában szoktak mérni. Nagyon durva. Igen, ez tényleg az. Egy agregátor, de képzeljétek el, hogy áll az autó, mellette, vagy a tetején kín van ez a hatalmas nagy kamera, és az autó mellett egy agregátor adja az áramot neki. Nyilván trafóházak vannak, trafóházakat szeretek a trafik mellé. Te később, amikor majd a paksi bővítés befejeződik, már hálózatról is tud majd menni. Akkor már igen. Hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja egy morning show, vi az ajándékcsomag, ha nem mondja, nem. Gyerekek, sietnünk kell. Rövidek vagyunk. Hosszú. Jó, nem veszi föl, tedd le. Igen, következő most. Egyébként tényleg nem. Jó, gyerekek, hát nincs. Hát ha nem, jó van, akkor nem. Nincs ezzel baj. Csabikám, kicsit félve kérdezem, remek zenék? Ne félj ettől, mert én mindig remek zenéket hozok. És de szép! Csak miattad. Meg hát a hallgatók miatt. Van egy jamaikai ilyen, hát rapper, de énekel, tudjátok, hát most már azért a rapperek is énekelnek. Szóval egyik se. Ominak hívja magát az úriember, egyébként Omar Samuel Pesley néven született, és... Omar Sheriff unokája. Igen. És Cheerleadernek énekli azt a dalt, aminek ez a címe, és szerintem egy ilyen igazi, jó, nyári hangulathoz nagyon jól kapcsolódó reggi dal. Hát mint a pompom lányok, arra gondolsz, mert hogy ugye ők azok. Igen. Aha. Ja. Szurkolói vezetők egyébként így van. És hát tényleg, tehát ezzel már idézzük a nyarat. Amerikából mi jöhet más, csak reggi. De jó, te is küldenéd, ha lenne kinek, nem? Fogom is küldeni, mert van kinek. Az én drága hallgatóimnak. Jaj, Csabikám, én úgy szeretem, hogy te már itt megedződtél reggel, úgy pereg le rólad minden, és olyan szépet dobod vissza a labdát, hogy komolyan most már lassan önálló műsorod. És kérdésétekre válaszolva, igen, folytatódik a One Republic játék, és igen, ma is lehet nyerni minden órában. Drága hallgatók, nagyon tartsatok jó. Csabival, jó, ő ennek nagyon örül, küldjetek közlekedést is, és kérjetek tőle minél több dalt. Csabi hadd végezze a munkáját úgy, ahogy szeretné. 555-55-00 ez a telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.